Oké. Ugye, ezt kellene levenni. Hány rendőrautó van itt, öcsém? Vedd már ezt. Szolgálunk és védünk. Igen. Értem. Itt a gestapó az egyik. Mekkora vannak bazdnak a gyilkosokkal szemben. Ki van arra, ki kell nyírni a magyar népet, nem meg kell a hazánk másnak. Országos vérellátó szolgálat. Talán hát ezt számba, az meg nem tudom. Ő a végrehajtó? Nem tudom, bazzeg, de a végrehajtónak anyakán körbe kell tekerni a fejét. Igaz, hogy fegyvert is hoz valaki? Igen, állítólag. Ha szeretném, a sor tűz lenne, bazd meg. Durva. Akkor le fogják lőni a végrehajtót? Hát remélem, hogy ilyen. Az összes végrehajtó, bazzeg. Halli, te hoztad a kocsit? Nem, én nem motoros vagy. De kilakoltatásra jöttél? Arra jöttem, az hol lesz? Szia. A hét alatt. Örülünk, hogy eljöttél. Voltál már kilakoltatáson? Szia! Aha, én sem sűrűn járok. Szolgálunk és védünk azon a kocsijukon. Hát tényleg szolgálnak. A gyilkosokat, azokat védik. Aha. Na, menjünk a hetes szám alá. Hát, nem tudom, merre van a hetes szám. Ott van a hetes szám. Tudjuk a telefonszámot? Ott van már valaki? Hogy csinálja ezt a csajt? Valaki? Polgár Zoltán, valaki? Fogalmam sincs. Ebben a házban lakom, jó napot kívánok. Szia! Hol van a kilakoltatás? Valami kilakoltatás lesz ma. Igen? Most? Minket nem lakoltatnak ki. De nem tudja véletlenül, kiről van szó? Beengedne bennünket, mert ez a... Jó. Sajnos. Vagy házas. Nagyjából én tudom azt, hogy a közös felügyelő, vagy hogy hívják, itt az elsőn lakik, van az az erkély, ugye? És na, akkor bent a sarok, mondom, bent a sarokban ott lakik. Aha. Az első emeleten. Első emeleten. Nem is keresztül, pedig ott volt tegnap itt a lakoltatáson is ez a csaj. De nem is érem. Jaj, ő lesz, úristen. Igen, úristen. Akinek 17 beteg. Igen, a hétben. Igen, 17 betegsége van a hölgynek. 17 betegsége. Igen, olyan magas, mint ön. És egy 17 betegsége, hogy lehet egy embernek? Nem tudom, hát mit tudom, én nem vagyok orvos. Szerintem már kikészült szerencsétlen, a kibaszott csalás meg hazugsága kapcsolatban. Hát az ő csalt, nem? Ő csalt, uram. Hát 300-400%-os kamatokkal dolgoznak a bankok. Már a kormány megengedte. A kormány meg akasztani kell, hogy egy gyilkos kormány. Köszönjük szépen. A hatóság emberei, nem? De nem. Én nem hatósági ember vagyok, hogy jöttem a családok védelmi. Értem. Hát köszönöm. Hát köszönjük. Isten áldja. Mindenkinek kellene jönni. Első emelet. Első emelet. Gyere ott a lépcső. Gyere. Már leüböltöttem őket a furban életbe bele. Mondtam, a végrehajtónak a nyakát kitekerem. De egyébként nem jó dolog ilyeneket mondani. Dehogy nem. Lófasz, már tudod, mit csinálnak az emberekkel? Láttad, hogy mik vannak? Minden törvénytelen, a bíróság se adott ki semmit, bejegyzés nincs. Az erőszakmentes ellenállásnak az a lényege, hogy mutassuk meg azt, hogy mi jobbak vagyunk nála. Jobbak vagyunk, de hadd de nem árt, ha tudják, hogy... Nem árt, ha tudják, hogy előbb-utóbb az emberek vagy a tényleg árokban, mint inárt csont. De akkor, hogyha így beszél az ember... Persze nem kell mindig így beszélni, de van, amikor már annyira dühös az ember, hogy nincs más fegyvere. Tudod, tegnap a pici babával, az ikertenes kismamát úgy kibaszták az otthonból. Senkit nem érdekel. És azt mondom, hogy én nem érdekel, hogy nem törvényes, ami akkor is kirakja a családot. Jézus, még egyet kell menni. Oké. Okay. Jézusom, segíts. Istenem, Jézusom, segíts meg bennem. Jaj, ezeket a hangokat nem lehet kitiltani? Ez őből. Te megbögötted az utcait is, amit mondtam. Nagyjából igen, csak addigra már csomó mindent elmondtál a csúnya gestapónak. De igen, a lényeg megvan. Mit szolgálunk és védjük? Hát ez van kint a kocsikon. De jó, fókusz.
Hogy lehet kitiltani a hangokat, öcsi? És megy a flash? És én pittyegek, hogy pling? Igen, igen. Te pittyegsz? Ja, akkor nem az én mobilom. Ne zavarja a felvételt. Nem rossz, nem rossz. Hali. Az összes végrehajtónak a fejét eltekerjük, bazzeg a gyakán. Innen elesik, csak nyomorék lesz. De a fejére esik, akkor szétlöccsön. Kérdésó. Milyen ideg állapotban vagyok, tudod, hogy elmondom? Szabad? Gyertek. Élőbe közvetítek. Na, most tudom. Mit akarok mondani? Ott van, mennyi. Ezt akarják. Ez gyönyörű ez a lakás. Csinálsz fényt? Figyelj, jó helyen van. Szépen meg van csinálva. Persze, hogy éhesek rá. Menj fel, menj fel. Ú, de gyönyörű. Ennyi az életem, ezt kerestem 30 év alatt. Ez biztos ér, hogy 30 millát. Mennyit ér a lakásod? A körül. 30 millát, gyönyörű ebben. Azt a minden, micsoda munka. Minden gyönyörű, tiszta, szépen berendez. Már kipakoltad a szekrényeket? Nem kell mondani ezt. Most szekrényed lesz. Nem szabad fölmenni, megnézni? Ennyi. Csak ne lássák, hogy össze van rakva. Hát, össze van rakva, hát most ez van. Itt nincs fény mondjuk, de mindegy, gyönyörű galériás. Ez rettenetes munkaöcső. A végrehajtó, aki megvásárolta a lakást, nem lehet elérni telefonon, kétszer jétek el. És azt mondta a végrehajtó úr, a Kristóf, Ferenci Kristóf, hogyha nem jön el a vevő, akkor nem lesz végrehajtás. És ő se hív... Ki a vevő? Hogy hívják a vevőt? Mindjárt. Tóth Lili. Tóth Lili. Igen. Tudod, hogy hol lakik? Igen, mindjárt eszembe jut, csak hát, most ha valaki kideges ismeri. Vagyok. Csak nem a 13-ba. Nem, nem. Százhalombattai. És nem érhetjük el, két éve nem jelentkezett a lakásért, megvásárolta. És azóta se telefon, se egy levél, semmi, se felém se jött. És ennek ellenére nyomják a... És ennek ellenére, igen, igen. Várható egyébként valamiféle csapat? Nyilván jön, hogy a balogistvány egyébként. Nagyon sokan jönnek. Igen. Jönnek. Aha. Most hívott Árpi. Oktogonosok is mondták, hogy jönnek. Oktogontól vagy. Igen, bemutatkozol a felvételben? Magos anyám, pedig magánszemélyként jöttem, nem az Oktogon közösségnek a tagjaként. Csöngettek, hogy bejött valaki. Valaki? Az van, hogy... Rendőrök voltak itt kettő. Tele vannak rendőrök kevesek. De kóddal jöttek be, te kódodat. Akkor a Lili jött. Milyen Lili? Tóth Lili. Nem. Aki. Na, nem a vevő. Nem. Erről akartam magatok beszélni, vagy a... De vagy nyugtatózó, vagy? Nem. Vagy ennyire ki vagy? Én ki vagyok. Nem aludtam? Nem. Hát négy napja már nem ettem semmit sem. És azt mondták a többiek, hogy... Mert ugye egy akciót meg kell fogni. Willi, itt van Izé is. Gyertek. Beszóltunk a rendőröknek, ott volt a végrehajtó, vagy nem tudom kicsoda. Azt hiszem, a végrehajtó volt ott vele, igen. Meg valami csaj is, gondolom, mert a közjegyző, vagy nem tudom ki lett. Vagy az új tulaj. Tehát beszóltunk a rendőröknek, hogy tényleg, mondom a Katinak, tényleg hoz valaki, hallom, hogy hoz valaki fegyvert? Azt mondja a Kati, igen. Azt mondja, ő is úgy hallotta, valaki hoz fegyvert, és jó volna már közéjük lövének. Csak így nézett a rendőr. Sokan hívtak, hogy busszal is jönnek, Győrből is jönnek. Győrből jönnek föl? Győrből jönnek fel busszal. Hideg királyzat sem. Igen. Hát tegnap ilyen... Az MSZP-sek is itt lesznek. Csak ahhoz, hogy hatékony legyen. Kuhalmi Ágnesék. Hát én a politikusokat nem csipázom. Tegnap a Jobbik tagjai majdnem kiverték a kamerát a kezemből, amikor azt erőltettük Pálon, hogy a Polgár Zoltán az ügyvéd, dr. Polgár Zoltán. Igen, az orvonyban vágok, ez olyan, hogy ugye nem tetszik sokaknak, hogy a Polgár Zoli kijabál, meg a Gali Kati kijabál. Figyelj, amikor már nem tudom, hanyadik kilakoltatással mész el, és látod, hogy a pici baba, a egyszer már nem tudsz, és tulajdonképpen lejárt a 10 óra, és képes egy órakor elkezdeni a kilakoltatást. Igen. És azt mondja a végrehajtó, hogy őt semmi nem érdekli. Nem érdekli, hogy nem törvényes a dolog, ő akkor is kilakoltatja a családot. Tehát szerinted ezek után... Jól nevelt és nem tudom, hanyadik... Jól fizetésben vagyok, akkor miért csinálják ezt velem? Mondjátok meg! Most mondjam azt azért, mert cigány vagy. Mondjátok meg! De mindenkivel megcsinálják, csak mondjunk egy alapot. Mondjak neked valamit. De goly vagy, nem vagy izraelita azért. Arci felszerelés megvan.
motorra jöttem. Persze, de harci felszerelésnek tökéletes. Mondd olyanokat, meg úgy viselkednek. Azt lehet. Föl lehet a bukót az nem lehet? Kristóf az nem. Nem lehetem föl a bukót, ez nem a Kristóf az nem. Nem szabályos. Demonstráció, nem szabad olyan cuccot használni. Normális ő. A Ferenc. Hát fölhúzod a panelt. Hát is verjenek vagyunk. Sziasztok vagyok. Testvérek? Testvérek? Igen, testvérek. Hát nem tagadhatják le egymást. Testvérek. Tegnap találkoztunk, ugye? Igen, persze. Persze, igen. Vele is. Vele is. Hittek a Jóvasegi, és meg lesz. Hittek, hogy meg lesz. Mindenki. Meg kell menteni mindenkit, meg kell mindenkit menteni. Elmondom. Mert ekkora csalás áldozata Magyarország. Élőben megyünk, csak olyat mondjatok, ami élőben mehet. Minden mehet élőbe szerintem. Minden mehet szerintem. Hadi titkot nem kell. Nem, óriási csalás áldozata lett Magyarország. És ebben a kormányunk, a Nemzeti Bank, a végrehajtók, a közjegyzőket kezdjük, ugye? Mert törvénytelen közjegyző okiratok vannak mindenkinek a kezébe. Tehát innen indul az egész. 4 napja nem eszel? Nem is aludtál? Nem, ki vagyok borulva teljesen. Mióta nem alszol? 4 napja. És addig mindig a bíróságot jártunk, és a bíróság is mindenhonnan elutasított, bármilyen bizonyítékot nyújtottunk be, mindent elutasítottak. És senkitől semmilyen segítséget kaptam, csak az emberektől. Le vannak fizetve? Meg vannak véve mindenki. Nem tudnak intézkedni, most elmentek szabadságra, ami pénzünkön. És akkor most a csicskák ülnek bent, akinek ki van adva az ukáz, hogy... Fogalma sincs. Hogy fogalma nincs semmiről se. És be vagyok csapva. Be vagyok csapva, mert ki van fizetve, túlfizetésem van, és ennek ellenére ilyen ceremóniát, ilyen állapotba küldenek engem, mert most is kórházba kéne menjek, ott kéne legyek, és nem tudtam menni. Gyere, ülj le inkább, ne átsorogjunk addig fölöslegesen. Nem, hogy tényleg rosszul legyen. Meg nem tudom, az is egy kérdés, hogy ne leszel rosszul, hogyha jönnek a rendőrök, nem kéne... Párfalatot enned, vagy valamit inni? Nem kéne valakit meghatalmaznod, hogy helyetted próbáljon eljárni? Tehát, hogy... Adj jön a Zoli, az ügyvéd. A polgár Zoli. Igen, ő fog. Meg kéne hatalmaznod, mert nehogy rosszul legyél. Ez nagy probléma volt eddigi kilakoltatásokon, hogy benyomözködték az áldozatokat a szobába. Pánik beteg vagyok, bepánikolok, és olyankor rosszul szoktam lenni. Nem szabad, akkor szerintem ne is legyél környéken. Ez az én... Az emberi hozzáállásom. Tehát, én ezt hosszú évek óta mondom azoknak, akik járnak a kilakoltatásra csinálni a banzáit, hogy ne gyömözködjék be az embereket a lakásba, amikor rájuk tör a maffia. Hát, én azt tudom mondani, hogy csak higgadtan, nyugodtan tudunk elérni bármit is. Igen. Nem kell kiabálni. Itten egy erőszaknak nincs értelme, úgy is. Hát attól függ, hogy mi az a hozzáállások. Hát így, ha agresszívak vagy szemetek, akkor... Azt mondta a végrehajtó úr, hogy meg tudunk egyezni. Úr? Érdemli az, hogy úr? Ez úr, úrunk csak egy van. Jó, bocsánat, a Jézusom mondta, hogyha meg tudunk egyezni, akkor nem lesz végrehajtás. Megegyezni? Mi az, hogy megegyezni? Rosszul értem én azt, hogy a végrehajtó elmulasztott egy jogvesztő határidőt, és most nem is lehetne végrehajtani? Nem egyet, kettőt is. Tehát, hogy most nem is lehetne alkalma jogilag arra, hogy végrehajtson. Rosszul értem én ezt? Nem. Tegnap se lehetett volna, mégis megcsinálta. De itt a 11-ben azért másabbak a végrehajtók. Főleg? Én ismerős arcot látom, videófelvételekről ismerős arcot, és nem arról rémlik, hogy ilyen... Teréz anyu stílusú izé volna. Nem akarlak idegesíteni, csak ez az igazság. De ha nem tudunk helyet, nem, ezt komolyan mondom, nem tudom magást csapolni. Az a baj, hogy ezt a szomszédok is meg... Igen, a szomszédoktól most kérdezik. Mert kár a lakásért, ha visszanyered a lakást, akkor nem kell tönkretenni. A szomszédokat etette, mit adta, méheztek. Meg megvédtem őket. Hát akkor megérdemelett, hogy kilakoltasson. Hallod, most kértem villanyt, áramot nem adott. Nem ad áramot, azt mondta. De most ki kérte a villanyt? Én kértem, hogy adjanak lent Istvánéknak áramot a mikrofonhoz a földszintre, mert ugye bele zárva az ajtó. De nincs a hosszabbító? Hosszabbítót se tudnak adni, hogy innen menjen? Nem. És az Istvánik nem tudnak hozni egy hosszabbítót? Nem tudom. Akkor most kérünk benneteket, akik látjátok az élő közvetítést, hogy hozzatok egy 20 méteres hosszabbítót. És akkor itt kajak hangfalakkal fogják nyomni? Igen. Igen. Elég itt kiabálni, ennek iszonyatos hangja van. Itt, hát itt ha visszhangzik az udvar.
eltettem, mit adtam, és az idős hölgyeket, mikor bántották, akkor én megvittem mindegyiket. Ja, értem. Mindegyiket. Az utcán lesznek, aztán lesz a tüntetés. A kutyája éhezett, felhívtam neki. Közzé, hogy rendkívüli országgyűlés felhívást tennénk, hogy egy az országgyűlés hívták pénteken reggel 10 órára, hogy reggeltől estig egy imaharcot folytasson a magyar nép, mert csak az fog segíteni az embereket, és az fogja kihozni az embereket ebből. Az Úr Jézus erre kéri a népet, hogy imádkozzanak ezért az országért. Mindenki, mert csak ebben a fenti hatalommal tudjuk megdönteni ezt az országot. Így van. Így van. Meg fogjuk dönteni. Erősek vagyunk, és bátrak vagyunk, talpon leszünk ma. És megmutatjuk, hogy ma itt lesz a vége. Vége lesz ma, bebizonyítsuk nekik. Igen, csak és erősek leszünk. De az egészséged nem engedi meg, akkor ne legyél a harc közepén. Nem bánom akkor is. Nincs mit veszítsek. Nincs mit veszítsek. Egyedül élsz itt? Igen, egyedül. Egyedül. És család segít neked, hogyha nem menni kell? Családod van, aki segítene, hogyha menni kell? Nincs hova menjek, nem megyek ki a lakásból, semmilyen szinten nem fogok kimenni ma a lakásból. Nem megyek ki. Jézusom. Nem megyek ki. Hát ilyen ki van fizetve ráadásul. Akkor hogy beszélünk ezek után? Túl van fizetve. Túl fizetése van. Összegeket lehet tudni? Nem? Nem érdemes? Ugye a tegnapi kilakoltatott család. 5 fős, pici baba, ikerterhes a menye. És senkit nem érdekelt. Azt mondta a végrehajtó, hogy nem érdekli, hogy akármi törvénytelen van. Ő akkor is ki fogja tenni a lakásból őket. Most akkor ezek után... De nem is tudok mit mondani, mert sírok, és most imádkozni fogunk. Hát ott a jobbikosok rendesen harcoltak. Nem, tehát félre ne értsétek azt, hogy oda szépen állnak ki, de közben a mismásolást nem figyelték sokan. Hogy kértem, hogy legyen ügyvéd jelen az aláírásnál, hogy mit írtuk alá. Itt is már egy csalás. És ki akarták verni a kamerát a kezemből, megvan a felvétel. Nem itt engedi, a végrehajtó mondta, hogy itt az ügyvéd, itt lehet bent, és akkor együtt megegyezünk. Hát majd meglátjuk, amikor oda kerül a dolog. A bukumat megcsengett, nyomja visszafelé. Nem csengött, ezt vigyed magadtal, jó? Akik nyomkodják, hogy integetnek, meg mit tudom én, tehát nem kell integetni, mert csak eltakarjátok a kijelzőmet hülyeséggel. Valamit írjatok, ha már mindenképpen jelezni akartok. De ne csak munkodják már, hanem aki el tud jönni, tényleg jön el, hiszen összefogást kell, hívják vagyunk, akkor egyszerűen a szolgálunk és védünk, a rendőrök megrekednek, nem tudnak mit csinálni. Már itt volt 2 civil rendőr. Ó, már hány rendőr autó van? Rendőr? Igen? Tele van. Mit kerestek itt civil rendőr? Nem tudom. Nevet mondtak meg? Az első, én bezártam, nem engedtem be őket. Nem is kell. Nem nevet engedtem. Mondtak, hogy? Nem tudom, mert ott a szomszéd engedte be őket, ő vele beszéltek. Uh-huh. Hát aki most minket beengedett idősebb ember, egy lakó. Ő azt mondta, hogy rólunk azt hitte, hogy hivatalos személyek vagyunk, de amikor mondtuk, hogy ellenállni jöttünk segíteni, próbálunk, akkor azt mondta, hogy sok sikert. Ő nagyon rendes amúgy az az ember. Uh-huh. Ja, tudod, hogy ki engedett be minket? Láttad? Igen, láttam. A Jenő. Szerintem imádkozunk egyet. Imádkozunk. Az imáját mondjuk el. Fogjuk meg egymást. Gyere Gabi, te is. Ülj le. Gyere te is. nekem ez most... Nem baj, ezt nem muszáj fölvenni. Oké, így. De hát élőbe közvetítjük. Nem. De igen. Imáját. Tanítani kell az embereket mondjuk imádkozni. Mondjuk el az Úr imáját. Gyertek akkor, aki itt van. Gyere, légy szíves. Hitetlenek az emberek. Gyere, Béli, gyere. Fognak kezét. Gyere, az Úr imáját közösen. Hát csak az mehetünk meg. Mi atyánk, fogd az alkalom. Szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Miképpen menj, az a képe itt a közre is. A mindennapi kenyerünket az meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek,
és ne védj minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Talk. Azért mondjuk el a talkra magyart. Nem. Nekem 2013-ban egy boszniai menekültáborban voltam, politikai menekültjogot kérvényeztem, a videó felvételeim véget, az üldöztetettségem véget, és amikor Molnár Ferenc Árpádék, a Hírháttér Multimédia és a Koppány csoport a 3. kerületi rendőrkapitányságra kerültek, és olyan volt a hangulat, hogy gyilkolni lettek volna képes az emberek, akkor 2013. augusztus 2-án másnap íródott egy vers. Írtam egy verset, kértem az Urat, hogy öntsön velém lelket, és segítsen, hogy az emberek felé közvetítsek egy kis szeretetet. Sziasztok! Ha elmondhatom, akkor elmondom a verset. Tehát ez is a hitről szól, és a szeretetről, és a kitartásról. Tehát a vers így szól, hogy ima a fohászért. Ha új életet kezdhetnék, nem gyűlölnék, csak szeretnék. Nem ölnék, csak ölelnék. A jó Istenhez megtérnék. Ne ítélj, hogy ne ítéltethess, imádkozz, hogy hazatérhess. Haza, hol szeretteid várnak, te veled sosem kiabálnak. Haza, hol a jó Isten tárt karokkal vár. Hazád a menny, hol a kapu mindig nyitva áll, volt ellenséged, szeretet elvár. Nyisd ki a szíved, ne gondolkodjál, kérd az Urat, meg ne botránkozzál, szeretteid odafent várnak, ha hazaértél, vesd meg a lábad. Anyukám, legyél velem! Legyél ott, hol igazán szeretnek, szeretetedért soha meg nem vetnek. Ha úgy életet kezdhetnél, tudnád, mit tehetnél, hol a hely, hol igazán várnak, soha el nem árulnának, szeretteid ölelheted, a bánatod felejtheted, mindig tudod, mi a jó. Ott keresd, hol a mindenható. Ha új életet kezdhetnék, a földön sosem vétkeznék. A jó Istenhez megtérnék, és mindig mellette léteznék. A paradicsomban várnak már rád, hagyja minden bűnöd, ne késlek egy hát. Kevés az idő, és az Isten ítél. Jó vagy jó, rossz voltál, vagy csak féltél. Soha ne feledd, Isten mindig melletted állt. Kísér most is, és szeretetével áld. Kérd az örök életet, többet ne vétkezzél. Mind valahára hazatérhessél. Sokunknak nincs otthona, imádkozz hát értünk. Ez idáig gyűlölködve, rettegve éltünk. Ezek után sosem kell félnünk. Új életet kezdhetünk, és lesz már hová mindörökké hazatérnünk. 2013. augusztus 2-án küldte a jó Isten a földre. Ismétlem egyszer, hogy boszniai menekültáborban voltam, politikai menedékjogot kértem. Az volt az első alkalom, hogy befogadtak egy menekültáborba. Aztán pedig 2015 és 16 elén Svájcban. Mindkét menekültáborból menekülnöm kellett a rejtett kamerás felvételeim véget. Tehát nemzetközi botrányok is adottak. 25-26. Te kaptál ilyet? Az, hogy sokunknak nincs otthon, az azt is jelenti, hogy lelketlenek vagyunk. Vagy a szívében nincs otthon. Ez az élő, ez hol megy? Ez az élőadás a Facebook csatornámon megy. Mondjam a nevemet? Hát, hogyha ott megy, akkor nem. Meg kellene osztani, hát ha jön valaki. Hírem megy. Mi a neve? Rácz. CZ-vel. Gábor. Hogy sutyorognak a te oldásod? Ugye mindenkit várunk szeretettel. Budapest sportcsarnok 24-25-26. A tűzkonferencia. Mindenkit várunk szeretettel. Péntek, szombat,
Este evangelizálás. Hát Imrében szoktak megtalálni. Nem a német Sándor féle. Nem a német Sándor féle. Jó, oké. Okay. Az Imre címet megadom, és akkor oda is kell. Ez világ minden pontjáról. Prédikátorok jönnek, akik Afrikában prédikátorok, és 73 ezeren már idáig meg, vagy 73 milliója idáig megtért Afrikában. Értem. És várunk mindenkit szeretette. Budapest sportcsarnok, a UFO. Hányos vagy? 70-es. Megtaláltam. Keresnek. Gábor Rácz ez? Igen. Ott az első. Most nem tudlak visszaigazolni, de nyilvános a videó, úgyhogy meg tudod osztani. Nézzük, ott van. Igen, csak most ha bekapcsolom, akkor összegerjed. Nem gerjednek össze, hanem megosztásra mehet nyugodtan. Annyira egyértelmű, hogy a kormány. Köszi. De hát a kinti magyarokat kell segíteni. Nem baj, hanem ülök egy picit, tudom, hogy... De hogy nem Erdélybe kellett tavaly 89 milliárdot kivinni. 89 milliárdot. Mert Magyarország annyira jól áll, olyan gazdagok vagyunk, deviza le van rendezve. És olyat is hallottam, hogy állítólag pénteken erre a kis műtyüli dologra, ugyan már mindenki ülne össze a Fidesz. Tehát valószínű, hogy nem fognak összeülni a fideszesek. Itt fog rosszul lenni, nem szabad hagyni, hogy itt legyen közben. Meg kell hatalmazni a Polgár Zolit, vagy téged, vagy akárkit, akinek van egy csöpp lelke, hogy helyette tudjon. Tehát, és Zoli fog beszélni. Mert el fogja vinni a mentő, nem lehet ilyen állapotba itt helyen. Nézd meg, most elviszi, tehát... Rácik rajta. Egy nyugtatót nem tudtok bevenni. Annál Isten rosszabb. Isten mentő, négy napja hát, nem évet, azt mondja. Annál rosszabb, hát most így is összeesik. Hát inkább egy kávé kéne neki, hogy egy kicsit... Van. Ne szédelegjen. Kellene egy kis keksz vagy valami, nézd csak. Nem tudok enni. Nem kell, mondja, hogy nem kérek köszönöm. Pedig lehet, hogy valami. Legalább szőlőcukrot nézd meg, ez tényleg nagyon jó. Nem, egyet vegyél ki belőle, négy napot. Hát próbáld meg, hát el fog szájulni. Csak ha más nem, akkor ezt. Vagy ebből vegyél be egyet. Ez lószaros. Az amíg már mentol. Iszok. Nem jó, megeszi a gyomulát. Iszok. Legalább valami, nem tudom, gyümölcslevet, hogy... Az kellene, rostosak legalább, rostos gyümölcslevet, így áll egy fél borát. Egy banánt, ha enne, az most helyrehozná egy kicsit, azt tudom. Van abban sok vitamin van. Négy napja nem eszik. Ez az éjségsztrájk, látjátok? Ez az éjségsztrájk, ez a szervezeted rákényszerül, tehát nem... Hát ez az, amit mondom, ki akarják nyílni a magyar népet, tehát olyan egyértelmű. Istvánék a tívjatból tartanak. Légy szíves, Istvánék. Balog Istvánék, hogy hol van a... Hát nyilván lent várnak, vagy nem tudom, nem, de akkor telefonáltak volna. Én nem is tudom a számát, nekem nincs meg. Igen, igen, az alkotmány sajnálás már itt van. Igen, Eszter az. Igen, képzeld el. Valakinek le kell menni, hogy beengedje azokat, akiket ismerünk. Bár... Karinti... Karinti színház van itt mögöttünk, tehát három vagy négy megállót kell lejön a 49-esre. Utca 7, igen. Nem. Igen. Nem akar enni, igen. De ez nekem kell. Igen. A Vincé van a nagyon sárga póló. És még rá is dohányzik, össze fog esni. Nem, hát imádkoztunk egyet Eszter, hát azért... Na. Nem szabad imádkozni, vagy most... Hát nem tudom, állítólag a Gábor fölvezette, tehát megvan, hogy miről van szó. De büdös. 11. kerület, Bánkbán utca 7. És más, hát... Igen, ott kell leszállni, igen, ott kell. Karinti színháznál. Csóka utcai megálló a 19 és 49-es villamosnál. A Morizsigmond körtétől kell jönni, igen, a Kosztolányi felé, a harmadik megálló, a Csóka utca. 19 vagy a 49-es. A Döbrentei téren is föl lehet szállni. A Döbrentei téren is föl lehet szállni a villamosra. Ott van mindjárt. Második, de különben itt vannak kint. Ha van itt egy
Csak nem tudom, kapucsengőd micsoda, Ildi? Ildi, mi a kapucsengő, vagy valami főcsöngeső? Már Willi lement. Viszont legalább kétszerűben vannak, úgyhogy... Jó reggelt, fiatalasszony! Mi újsi? Fiatalasszony, most kinek szólt? Hát olyan lányos a hajnak. Pabbe! Neked meg ördögi a fejed. Én nem vagyok rá. Neked legalább nem telt hajfestékre, ugye figyelj! Na most már azért alakulsz. Fiatalasszony. Nem van, jobb fejjen azért segbe kúrtak volna. Hát, egészségedre. Fiatalasszonyozásért. Volt. Akkor van ezért. A góré, nincs itt a góré? Milyen góré? Jó reggel találjuk. A góré mindig itt góré van. Góré nincs itt? Cigiztek. Mindig mindenhol, csak nem mindenhol tud cselekedni, sajnos. Hogy bírjátok a cigit? Kellett az újra kapcsolódásra. Ottunk. Meg kell nézni, hogy megy-e még a közvetítés. Vili, menjél, mert már várnak, Vili. Doktor úr. Az előbb doktor, megszakadtam. Utam van. Körülnézünk oda lenn, hogy hány zsernyák van? Még vissza tudunk jönni, nem? Ezzel a végrehajtással kapcsolatban bevonatva a joghatóság igazolási felszólítás papír, amit úgy szerkesztettük alkotmányos ellenállás kérdéskörben. Persze, minden bántott, hogy de itt is van, tehát tudjuk bizonyítani azt, hogy na, akkor nézzük meg. Akkor nem. Sok sikert. Na megnézzük a gestapót, gyerek, Lati. Kiabáljunk egy kicsit rájuk. Hát, ha elszaladnak, ijedtük be. Ezek ilyenek? Ilyenkor nagy legények, mikor emberekkel szembe kell szállni. Ja, hát fegyverrel jönnek, csoportosan. Háttérhatalmi erő. Tudjátok, a kis emberrel, az átlagpolgárral, aki tulajdonképpen a fizetést adja neki, azzal szembe merünk szállni. Mert azt lenézzük. Bátrak vagyunk, rendőrök. Ugye milyen bátrak, meg végrehajtó? Nagyon kemények vezük. Olyan kemények, hogy hú. Olyan kemények ezek a fiúk. Mint ahogy az Orbán mondta a gyilkos. Elszámoltatjuk a bankokat. Elszámoltatta? Nagyon elszámoltatta. Persze. A védelmi pénzt el is kérte tőlük. Annyira elszámoltatta, hogy az emberek kifizették a tőkét, és még mindig 30-40, meg 60, meg 80 milliókat kér a bank. Emberek, tegyétek már össze. Komolyan? Ki tudod fizetni? Még az ükkolát fogja kifizetni. Voltak, akiknek nem tetszett? Telefonhívásról nem mondok nevet, de nem tetszett neki, hogy imádkoztunk? Hogy, hogy azt mondja, hogy álszentek, hogy azt szoktuk. Mert ő most kapcsolta be, és ő nem érti, miről van szó, hogy hol van helyileg, meg ilyesmi. Hogy hogy lehet megközelíteni, hogy lehet ide találni. Általában az szokott lenni a problémája, hogy én álszent vagyok, és hogy ez van. Hát most ez van, meg kell szokni. Ezért hagytam itt Magyarországot. De imádkozni kell, hát ne legyünk már ennyire hitetlenek, hiszen nekünk adta Jézus az országot, és akkor megtagadjuk őt? Ugye nem mondják? Persze, emberek. Hogy megtagadják, és akárhányszor Istenről beszélek, még rendesen lehordanak minden szarnak. Ott van az őt gomb. Ott nem kellene, jó lenne, nem csuknánk be. Valami kellene. Okay. Szia, mi le? Ja, te be tudsz venni. Jó, akkor meg becsapodod. Ott vannak a fakabátok. 4-5 kocsit összeszámoltunk eddig. Csókolom. Sziasztok. Most ez a faszot vigyó? Ja, végrehajtó, tudjátok már? Lemondta? Esetleg. Nem. Hát ott szemben az a bácsi, az ki? Civil ruhás. Talán ő? Jaj, ez egy rendőr. Rendőr? Az aha. De nem a biztosítás? Akkor nem a végrehajtó. Ja, nem. Az egy rendőr, aki kért minket megvédeni a csúnya mafiától. Nagyon megvédenek bennünket. Tegnap tudjuk, ami a telefonban is történt. Miért civilbe jönnek? És miért nem lobogtatják az ízlók? És gyerekek, mindenkit arra kérek, ez a Jogállamért Egyesületnek a rendezvénye, csak azon kereten belül lehet tudósítani és mozgósítani, ahogy én meghatározom. Nincs, én a kilakoltatásra jöttem. Nincs, ha nem akarod, akkor nem veszem fel. Nem szólunk bele, ha egyezkednek semmit, ez minden rájuk nem, tartozik. De a rendőröket nem piszkáljuk. Megbízottja vagy a hogy hívják? Gábor, ne kezd a hülyeséget!
Most mi megvédeni akarjuk őket, meg időt akarunk nyerni, hogy hát jobban el tudjuk rendezni. Az agyam eldobom. Megint osztátok nekem az ezért, hát te kezdted el osztani, azért ne haragudjál. Hát, ezért hívom őt úgy papucsálat egyébként. Tegnap hülyeséget csinálva. Igen, az, hogy követeltük, hogy a Polgár Zoli legyen ott a szerződéskötésnél, hogy nehogy átverjék meg, az hülyeség? Álljunk már meg egy pillanatra. Hát nem kiállálni kellett volna, hanem lelőni őket a szarba. Csak hát nem azt a világot érjük, nem a becsület világát érjük. Hát a tróger jön, aztán így pofázik nekem, bazd meg, papucsállatka. Bazd meg. A múltkor a Tótné, Nagy Gabriella, aki a kúriánál lévő tüntetésnél a kislányával a nyakába elmesélte, hogy egy pedofil, egy volt rendőr hogyan molesztálta, hát gyakorlatilag erőszakolt meg a kislányát. Vagy elkezdett erről beszélni, meg hozta volna fel a bizonyítékokat, odaugrottak a Balogh Istvánék, hogy azonnal ott toporzékoltak, hogy azonnal fejezze be. Akkor most miről beszélünk? Egyel lejjebb vagyok ma idegenben. Miről beszélünk, bazd meg? Meg mi az, hogy itt a jogállamért egyesület rendelkezik a közvetítések fölött, azért álljunk már meg egy kibaszott szóra. A kilakoltatás ellen jöttem, nem a jogállam egyesületért, meg nem az apám faszáj, hanem azért, hogy közvetítsek. És ez senkinek semmi köze. Ha a tulaj azt mondja, hogy nem akarja, akkor messzebb állok és úgy veszem föl. Valahogy az érzésem az, hogy nem fogja azt mondani, hogy nem akarja. Nehogy már még betoppannak, és akkor már meg van határozva, ki mit csinálja, ki mit ne csinálja. Szólásszabadság van, véleménymentes szabadság van állítólag. Igaz, elvisz érte a gestapó. Mit kell ezekkel csinálni, ha már szólni se lehet hozzájuk semmit? Ha nem mondhatod neki, hogy rohadjon meg, nem mondhatod neki, hogy dögöljön meg, akkor mit csinálsz? Semmit nem lehet itt csinálni, bazdmeg. Kezet fogni kell a rablógyilkosokkal. Rám lett szólva oldalán, hogy fogjam majd be a pofámat lehetőleg. Meg hogy ők rendelkeznek minden közvetítési jog fölött. Baszik, ez egy ameldobom. A Balogh Istvánék, most, hogy kitoppantak az autóból. De már ilyen csak támadó jellegel, bazd meg. Mert hogy milyen hülyék voltunk nevnap, hogy hülyeséget csináltunk. A múltkor a kúria előtti tüntetése mikor volt? 3-4 hete? Több mint egy hónapja? Több, mint egy hónapja. Hát ott is üvöltöttünk. Hát a Gabriella. Hát az embernek már az agya elszáll. Várjál, már mondom, hogy mi van. Amikor a Gabi a nyakába vette a kislányt, igen, és mesélte, hogy a volt rendőr hogyan erőszakolta meg a lányát, és elkezdte mondani a bizonyítékokat. A Balogh Istvánék fogták, oda rohantak be, az meg toporzékoltak, egyébként a Polgár Zoli is. És ott toporzékoltak, hogy nem erről, most itt nem kéne, hát levetted az arcukról, hogy gyakorlatilag megakadályozták abba, hogy előhozza a bizonyítékokat, és kifejtse, hogy mi történt a kislánya. Tehát akkor milyen alapokról beszélünk, milyen erkölcsi alapon szól bele, egy élő közvetítésből elkezdett ott. Mindegy, hát most ez Magyarországban, ez még. Mondom, 7 évig külföldet jártam. Szerintem megint vissza fogsz venni. Néha visszajöttem, és aztán megint kijelentem pont emiatt. Ez élhetetlen Magyarország. Hát élhetetlen az, nem az, hogy élhetetlen, mert gusztustalan. Az. Minket már nem engednek itt élni, meg megszólalni. Papucsállatka beszólt, bazd meg. Azért nem semmi, azt mondta tegnap az Ékárpát, mikor be akartam neki mutatkozni. Azt mondja, nem kell, azt én ismerem. Ismerlek, Kati, téged. Azt mondja, hogy követlek nyomon. Hanem kösz. Teljesen mindegy. Most azok is báránybőrbe bújt farkasok. Tehát nem mondom, nem akarták engedni, hogy a ügyvéddel egyeztessen a tulaj. Na hát ez mocskosság, igen. Mondom, ki akarták verni a kamerát a kezemből. Milyen emberek ezek, vagy mik ezek? Nem emberek. Még ott félrementek sutyorogni, vagy fél órán át azzal a büdös mafiózóval. Miért mentett ott a ménél? Miért nem volt ott egy kamera? Mit sutyorogtak? Hazugságot. Hát lehet, hogy megegyeztek be, az meg egy részesedés. Persze. Hát honnan tudja? Egy pici baba. Eleve ezt nem értik meg az emberek, az a pártok. Azok nem a mi pártunkon állnak. Bocsásson meg az úr, hogy ezt mondom. De ha nem mondok igazat, akkor szakadjon le az erkély alattam. Hát
szabadkőműves, tehát szabadkőműves építmény maga a parlament, és imádják, csodálják, és istenítik. És nem értik be az meg, hogy a gyilkosaink vannak benne. Báránybőrbe bújt farkasok. Azok gyilkosok vannak benne, sajnos. Hát ha nem így volna az meg, akkor... Ezek nem nyaralgatnának, amikor éppen ezreket lakoltatnak ki. Igen, és jól megtömte lelásult lopással a zsebét, mindegyik, meg a bankszámláját. Aztán kijönnek egy-egy kilakoltatásra azzal a öntelt mosolyukkal. És akkor azt mondja, hogy rendezve van a devizás ügy. Tényleg rendezve van. Kóla rendezve van. Ezeknek akkora a hatalom van a kezében. Igen, ott rendeződött. És mi is csak ennyit kérünk a parlamenttől, a kormánytól. Nem azért vagyok ki negyedik hete. Én csak annyit kérek, hogy ugyanúgy rendezzék le, mint a horvátoknál lerendezték. Csak a tőke. És számoljon el a bank törvényesen. De nem ő, hanem normális ügyvéddel. Majd ő rendelkezik, hogy ki fog itt filmezni, mit fog közvetíteni, mit fog mondani. Hát mi a geci van? És ez egy jogvédő, aki eltiporja az alapvető emberi jogokat. Hogy ne szólaljál meg, és azt csináld, amit ő mond. Olyan, mint ha meg lenne. Hát az, hogy ő ide hozza a rendezvényét, leszarom, bazd meg. Mi közöm van hozzá? Én a kilakultatásra jöttem, nem neki bepucsítani. Hát ez Magyarország. Mi szépen kell beszélni, hogy kedves uraim, hát ezek nem urak, tehát azért ilyet ne ezt felejtsük már el ezt a szót. Miért? Kenjük őket, kenyére kucsnak bennünket, mert belerúgtak szinte a sírba bennünket? Hát ez nem lehet. Értsétek már meg, emberek. Nem szinte, hát hány gyilkos? Nem is tudjuk a valódi számokat. Hány gyerek tűnt el? Hát azt sem tudjuk a valódi számokat. Hivatalosan a KSH tavalyi adatai szerint 19 ezer gyermek tűnt el. Hivatalosan. És ami hivatlanul van, az megint ugyanannyi. És mi az, hogy eltűnt, de nagyon jól tudják, egy légy nem mozdul, annélkül, hogy ne tudnánk. Hát ez, ebb a pici országban, emberek. Mit mondtam az első tüntetésen? Nézzétek vissza. Ki van mögötte vastagon? És ezt merem vállalni, mert a bizonyítékok le vannak téve, és azért mertem mondani. És higgyétek el, hogyha nem lenne igaz, én már nem aludtam volna Kossuth téren. Csak ennyit erről. Hogy ki van benne vastagon? Szervkereskedelem, gyerekkereskedelem, ugye? Belegondoltál már abban, hogy neked is van mondjuk egy, vagy kettő, vagy öt tudokár, vagy gyermeked van? Hogy ugyan mi lesz vele, aki lakoltatnak? Ugye nem gondoltál bele? Mert a munka. Igen, meddig van munkád? Meddig? Mégis csak az udvarra hozták. Hát ide elég a hangos szó is, hát nem vitem. Persze. Akkor meg ki kéne rakni az utcára? Ezek akkumulátoros hangfalak elvileg. Ki lehetne rakni őket az utcára? Találkozom, hogy miért bent? Semmi értelme, ki fogja ezt hallani? Annyira a lakók? Tömörülni a hang, hogy nem lehet hallani majd. Ezt az utcára kellene rakni, szerintem. De lehet, hogy megint én vagyok a geci, hogy jövök a jó ötletekkel, bocsi. Nem is az én ötletem volt, tehát erről azt hittük, hogy az utcán lesz. Maradj, átlép a maradban. Ugye, amikor átlépnek az ember felett? Hát az ilyen. Öcsém, ez is csak a faszverés itt, öcsém. Így ezt hozzáállni, öcsém. Mi van, Feribe? Szép volt a vers? Nagyon. Jó kutya? Egy evangélikus ilyen egyházi gyülekezetén is elszavaltam, de még évekkel ezelőtt. Az a csönd után az meg, ami volt, az a levegőben, az a dermedtség. Lehet, hogy nekünk két oldalt így kikérne ülni, és bevágyadni be őket. Hát nem mondasz hülyeséget. Legfeljebb az van, hogy elvésznek bennünket. De menjen, 10-kor kezdődik, ugye? Ha nem lesz hely, akkor ha kezdődik. Fél 11-kor. Aha, akkor azért nem jöttek még az emberek. Ez gyönyörű ez a lakás, persze, hogy fájrá fogok. Hát meg jó helyen van. Viszonylag jó helyen van. De amúgy tök mindegy nekik, mert nem az a lényeg. Itt a lényeg az, hogy mi magyarok lehetőleg tűnjünk el a saját lakásainkból, ők pedig utána szabadon garázdálkodhassanak vele. Az se baj nekik, ha üresen áll, sőt valójában az se baj nekik, hogyha lehívít. A lényeg az, hogy nekünk, mint magyaroknak ne legyen életterük itt, ez a fő cél. Itt is most az előbb átnéztem, de sajnos nincs beadva az a papír, amivel igazából lehetne ütőkártyát használni, úgyhogy én itt nem nagyon tudok segíteni. Nincs beadva a papír, amit nincs. Ti jogatosság, írtatok egyébként? Igen, joghatóság igazolási felszólítás nincs beadva. Úgyhogy itt sajnos nem mit csinálni. Itt mi lett volna az utolsó időpont, amikor még be lehet adni? Hát, Azt jó, az úgy van, hogy mint ismert az ügyben a végrehajtó személye, tehát hogy ki a végrehajtó iroda, vagy kihez tartozik, azt azonnal be kell adni. Abban a pillanatban. Pont azért,
mert 30 napot illik adni neki arra, hogy válaszoljon, de 30 napig nem válaszol, vagy kamut válaszol, vagy cáfolhatott válaszol, akkor onnantól felhasználható ellen. De amíg nincs beadva, addig nem lehet mit csinálni. Láttátok már a végrehajtót? Itt van? Én nem láttam még. Megtessük már az Ildit. Gyertek! Segítsük! Elájult a másik. Oké. Elájult. Ennyi kellett. Jó. Akkor hívjatok mentőt, Evi. Kell a székre dobja fel, itt a szék. Szóljon fel a rendőrök, hogy nem, a mentőknek kell szólni közvetlenül, a mentőknek. Ki hívják a rendőrök? Egyél, vigyál. Mert egy orvos nézze meg. Nem kell. Négy napja már nem eszik. Valaki átvett volna ezt a kibaszott kamerát. Feltetlen kell ment a gyerekek. Négy napja nem eszik. Isten. És ráadásul ki van fizetve neki az adóssága. Túlfizetésben van. Sokkot kapott, vagy? Szerintem igen. Azt. Ez az éjségtől lehet szerintem. Ez meg a betegségek. Maga a helyzet. Az ideg. Most ezután kíváncsi vagyok, hogy hányan jönnek el segíteni. Hagyjuk neki levegőt, inkább hagyjuk. Megnyugodott. De most lehet, hogy hajlandóan. Gyereke, szülőcukor van valakinél? Menjetek le, akkor valami szülőcukor hozzatok. Köszi. Igen. Mi a csengő? Ott van a borítékon. Vidd magaddal. Nem mondd ki hangosan, de vidd magaddal. Most már jobban. De mitől lett ilyen szó hirtelen? Meg az ideg. Van rá oka, maradjunk annyiban, van rá oka. Igen. De hol, kim voltatok? Még nem tud beszélni. Ezt a kurva életben. Ezt kell kinyírni a magyar népet. Mindegy, ez kell. Ügyes vagy Orbán. Mindenki. Hát, mi nem kellünk nekik, ez a lényeg. Nekik a hely kell. Így van. Azt kell megnézni, ezt mondjuk már régóta. Meg kell csak nézni az intézkedéseket, amik az elmúlt tébette a diktatúra, csak arról szólt, hogy a területet védte. Az állampolgárait soha nem védte egyszer sem. Az biztos. Kibaszott durva. Ki az András? Nem ő az, aki nem szólja? Nem, ő a Feri bácsi. Melyik András? A Laci András, vagy ki? Dehogy. Nem azt hittem, ez a, ez aki... Az Feri. Azt is. Ott a Polgár Zoltán megjött. Hát egy orvost kellene hívni. De hát legyen róla papír, hogy rosszul lett. Hát ne viccelj, a bíróságon kell egy bizonyíték, nem? Egy orvosi papír. Hát most azt mondják, hogy nem kell, de nincs fogalmuk róla, hogy kell. Tehát kell, bazdmeg. Minden ilyen alkalomban kell papír, írásos bizonyíték. Ezt a Fóris Eszter is elmondhatja, ha még nézi az élőadást, nyilván nézi. Hogyha nincs papír, akkor meg van baszva, tehát. Hogy lehet egy 50 kilós asszony ilyen kurva nehéz? Hárman nem bírtuk felemelni. Félkézzel nem tudtam felemelni. Szóval nagyon kibaszott durva volt. Egyébként igen, ilyenkor ez a dilemma, hogy az illető érzi is, hogy rosszul van. Nem látszik az arcod a sapkal. Ja, fény miatt? Igen. Jobb. Igen. Tehát ilyenkor az a dilemma, hogy az illetőt ugye kilakoltatják, ezer baja van, szerencsétlenek ilyenkor se tudja, hogy hova fusson, vagy mit csináljon. Érzi is, hogy rosszul van, de hát felelős döntést kell hoznia, mert hogyha kihivatja a mentőket, akkor lehet, hogy elviszik innen, és akkor azért nem tudja védeni. Nem, de ha azt mondja, hogy nem megy, akkor nem, de ki kell, hogy vizsgálják, hogy megírják a papírt, hogy kim voltak, hogy mivel volt, miért voltak kint, hogy mit diagnosztizáltak nála, és ennyi. Jó, de az egy dolog, hogy jobban, de nem értik, hogy ilyenkor kell a mentős papír.
hogy a bíróságon beadják, hogy igen, itt volt Zoli. Az orvos, megmondta, hogy mi a... Rosszul van a tulajdonos, így úgy egy orvos legalább, hogy legyen papír róla? Nem, várjuk, akkor mindjárt beszélek. Nem, alig beszélni. Sziasztok, kellom. Mondjuk tanúk vannak, de hát ezt ne tudjátok, hogy a magyar bíróságon minden. Béke van, nyugalom van, megjött az erősítés. Az még nem eszik négy napja, nem eszik négy napja. Orvos nem kell. Jó. Ugyanaz, amit nem értik, de elhülyéskedik, mint a hülye gyerekeket. Ez nincsen. Ezért még kártérítés után, ne vicceljetek be, az meg. Nem, hogy vissza a lakás, hanem súlyos kártérítés. Te, neked adtam oda. Lent hagytam. Hol? Ott ott a hangfal mellett. De nincs ott. Hát azt keresem, hogy hol. Nem, most a felsenkinek. Gyuri, akkor ezt tudod, aztán jó korra. El fogunk benne esni. Bocsáss meg, köszönöm. Elkérdeztem, ő se tud semmit. Most nem tudom, mindenki össze-vissza beszél, ezt nincs lefekvő. Az meg a tocsunk mellette. Zoltán, mit tudhatunk a mai esetről? Még egyenlő sem, ugyanaz, mint tegnap. De... Tehát milyen alapból indult meg a kilakoltatás, vagy... Mire lehet hivatkozni, mi volt szabálytalan ebben a legész ügyben? Szabálytalan. Fél év után nem lehet kilakoltatni. Tehát az árverés végre árverés jogerőssé válását követően nem lehet megtámadni az árverési érdekem, sem az árverési vevő, sem akiket megvették az ingatlant, az jogerő emelkedett. Onnantól számított 6 hónap maximum, de egyébként 30-45 nap, de még a 6 hónapot számolom, akkor is addig lehetett volna végrehajtónak önállóan kilakoltatni. Ezt az ingatlan csak akkor lehetne kiüríteni, ha a végrehajtást, az árverési vevő pert indít gyakorlatilag a kiürítésére, mert egy külön peres eljárás. Itt ma nem lehet kilakoltatni, törvénysértés követel a végrehajtó, de kilakoltatási cselekményt végez. Ügyészséggel ugyanúgy fel lesz jelentve a rendőrség, és ugyanúgy fel lesz jelentve az ügyészségen a végrehajtó is, hogyha itt bármit tegnap tök ügyessége? Tehát majd azt mondom, megyünk az ügyészségre, ezt át kell gondolni, ez nem úgy megy, oda megyek az ügyészségre, meg kell írni azokat az iratokat, amelyek megalapozzák. Az ügyészség azt mondta, hogy ő csak akkor csinál bármit, ha már megtörténtek az események. Hát majd meglátjuk. Tegnap viszont az eset között telefonáltatok is az ügyészség. Igen, telefonáltunk, és a ügyészség azt mondta, hogy ő nem segít. Úgyhogy az ügyészség meg se kell. Föl van véve a telefonbeszélgetés? Hang felvétel megvan, az ügyészség kijelentett, ő nem segít. Megtagadta. Erre van egy mobilos applikáció. Igen, van, igen, fel van véve. A mobiltelefon ott van, ő nem hajlandó segíteni. Jó, ezeket majd azt mondta Laci András, hogy ezeket segíthetnék esetleg megszerkeszteni. Jó, hát megszerkesztjük, összerakjuk. Jó, oké. Mai nap is akkor nyilvánosságra tehetjük, ha akarjátok, akkor nyilvánosságra. No, meg nyilvánosságra hozzuk ezt mindenképpen. Jó. Meg nyilvánosságra hozzuk. Hozzá elők, hogy ezt a telefonbeszélgetést nyilvánosságra hozzuk, hogy az ügyészség hogy viselkedett tegnap. Igen, hát muszáj, gyakorlatilag muszáj. Hát értem, minden alkalmat meg kell ragadni. Messziről jött, ugye? Igen. Akkor azt mondd, amit akar. Milyen busszal, mivel? Lábusz? Lábusszal jöttem, mert hány lépést? Nem lakom messze sajnos ettől a történetet. Ez így van. És még személyesen ismerem is az Ildikót. Elég régről. Pékséget nyitottak a Bartók Béla úton. Valószínűleg arra vetted föl. Nem, én nem. Nem arra veszed föl, nem a pékség? A lakásra az önkormányzat felajánlotta, hogy ha megvétel összegnek a 30%-át egy összegben befizetem, akkor a 75-en kerül, és erre vettem fel. És egy gyönyörű garzon csináltál belőle, ahogy látom. Nem pékség, az étterem az volt a nagy munka, az a, amit vezettem. Reggel hajnal 3-kor keltem, 11-kor felt, de tudod, tudom, hogy mennyit minden dolgoztam? Tudom, hát régről ismerjük egymást. Nem lehet kirehajtani ma. Nem lehet. Le kéne ülni, azaz. Ki? Összeesett, ezt láttad? Nem követted a... Nem voltam fel. Árban nem bírtuk fel, mert... Hát, én is összeesnék. Nem fogok ott mondani, ezt mindig nekem nem szükség. Kati, tényleg vissza kell fognod magad, ebbe igazán van mindenkinek. Vissza kell fogni, nem gyilkosozol ma,
nem gyilkosozol, nem csinálsz, és visszafogod magad. Igen, ez mert olyan iszonyú negatív, átmentél negatívakat. Amit csinálsz, jelenleg negatív. Kaptam az üzenetet, elmondom itt nyilvánosan. Negatív, amit csinálsz. Csak szépet mondjál neki, hogy köszönjük szépen, így tovább. Nem gyilkosozol, ez negatív. És meg kell köszönni neki. Mindenkire vonatkozik, mert nem csak én mondom, csak én vonatkozik. De nem lehet belevágni. Amit el lehet mondani, a Biblia, hogy nem szabad, meg az nem szabad, nem előtt. Szabad. Nem kell, mert így külföldre nem tudjuk közvetíteni. És pedig a Jézus Krisztus azt mondta, hogy a ti mondani valótokban az igen legyen igen, a nem pedig nem. És ami ezen túlmegy, az a gonosztól való. Tehát ha valaki rablógyilkos, az rablógyilkos, ha valaki kurva, az kurva. Ha valaki egy rendes ember, az meg rendesebb már. És ha ennek az ellenkezőjét mondod... De egyfolytában ezt csinálni nem lehet? De nem kell erről ezt szóval is. Hát nem kell egyfolytában, persze. De ma rendesek lettek. Hát ahhoz képest lent 3 rendőrautó, egy rohamkocsi, egy kis busz, és már van egy kis busz is? Persze, az utca tele van rendőrrel. Azt én is megerősítem, amikor feljöttem, akkor tele volt. Mikor feljöttem, mert akkor is tele volt. Tehát ott volt a kis teherautójuk, amivel 10, nem tudom, majdnem 20-an vannak, és ezen kívül volt még vagy 3-4 rendőr. Lejön valaki velem fölvenni ezt? Ne menjek egyedül? Jó, is le akartam menni. Jó, gyere, csak hogy nehogy ízik, akadékoskodjanak. Köszönöm. Vegyük fel a mocskokat. Bánzeg, kajakra összeesett a nyomorult. Kajakra összeesett. Jó, Isten, igazmi. Én nem értem, hogy miért nem lehet gyilkos hozni, mert miért nem lehet üvöltözni vele. Hát az egyetlen egy elrettentő erő ez. Hozzájuk nyúlni nem lehet, ugye? Már nem vesz előre azért. Lehet attól, de előre miért? Azt kell neki mondani, hogy köszönjük szépen, hogy itt van, és... Nem, de az semmit nem számít, ha bármit mondasz, nem azon múlik. Az igazat kell mondani mindig, ami történik. Uh-huh. Valós tényeket. Fölépni arra, hogy nincs jogállamiság, meg jogállamhoz méltó bánás. Most annak hiába mondod előre, hogy fogja magát vissza. Tehát ők is ugyanúgy üvölt, meg a Baló Istvánnak is ugyanúgy üvölt. Mindenki üvöltözött be az meg, hogy gyilkosok, meg kurva anyát. Na, és teljesen jogos volt. Ez, hogyha mérlegelni kell a dolgokat, hát akkor most... Mit kellett volna csinálni? Díszőrséget állni? Szalutálni? Vagy... Már a végén az lesz, hogy nem lehet szólalni. Tehát ez... Úristen. De mit? Az, hogy feleslegesen káromkodtok, és inkább csak elriasztja a látogatókat, mint a nézőket. Ezt meg tudom mondani, hogy mindig emeletlen van a lakás? Ott van fönn. Aha, látom, köszi. Gestapo, Horsaker, Motherfucker, Gestapo. Gestapo, de aranyosak, nézd meg. Oké, okay, ott vannak szembe. Gábor. Igen? És akkor ott vannak a rendőrbácsik. Fönn lesz egy kilakoltatás itt a 7-es számban. Hát ha lesz, reméljük, hogy nem lesz, de eléggé bekészültek a rendéberőrei, hogy egy súlyos beteg asszonyt akarnak kirakni. Olyan hiteltartozás miatt, amit már gyakorlatilag ki is fizetett, tehát. Hát túl is fizette a hiteltörlesztést. Nagy főhajtás akkor. Az, hogy kellenek az ingatlanok a maffiózóknak, és akkor... De ők azért vannak itt, a srácok, hogy megvédjék a hölgyet. Igen? Uh-huh. Nagyon helyes. Hát, én is egy idős négy vagyok. Ő egy kicsit fiatalabb. De hát ilyen korú asszonyokat is raknak ki, mint amilyen ön. Szép dolog. Méghozzá nagy számban. Családokat is raknak ki, komplet. Ahelyett, hogy olyan lakásokat építeni, ami régen, ilyen tanácsi bérlakásokat. És azokat kiakultassak. Hát köszönöm. Tessék megnézni, hogy mennyi rendőr jön. Hát rendőrnek látszó valamiket, nem biztos, hogy rendőrök, csak azért, mert rendőrruhában vannak.
2006-ban tetszik emlékezni, hogy mi volt 2006-ban, amikor az utcán az embereknek kilőtték a szemét, agyonverték őket. Volt egyébként haláleset is, csak azt nem nagyon közölte valahogy a média. 2006-ban, amikor a rendőrruhába öltözött bűnözők verték a népet, a tüntetőket. Hát most már meg olyan világot élünk, hogy szörnyű a fiataloknak is, meg az öregeknek. Hát az öregeknek pláne egyedül maradnak, meghalnak a saját lakásukban, nem figyelnek rájuk. Hát, éjjel halnak, hát meg megfagynak az utcán. Valamelyik nyomor negyed. Vagy a hőségtől. Attól igen. És beszéljünk arról is, hogyha ma már összeesik az ember az utcán, bármilyen okból kifölg. Nem érdekli a senkit. Hát meghalhat az ember, nem hívnak rá egy mentőt. Megyek, fölveszem, hogy mit csinálnak. Csókolom, Isten. Jó, rendben van, a 7-es számban vagyunk. Ott vigyorog a faszkalap, ezt fölveszem. Hogy vigyorognak a szarháziak? Sziasztok! Azt kérdezem meg, hogy mi mosolyogtok olyan jókat, amikor ránk néztek? Tetszik a helyzet? Mert nekem nem. A családokat víztek az öngyilkosságba. Kezdtek az utcára. Hogyha azért jöttetek, hogy minket védjetek, akkor meg jól teszitek. Akkor nagyon köszönjük. Lehet, hogy azért mosolyogtak, mert tudják, hogy meg fognak minket védeni, és az angyalkák mosolyognak bennük. Tehát nem biztos, hogy a drogok, vagy nem biztos, hogy az MK Ultrás állna programozást. Nagyon ránk megy. Azt gondolják, hogy ők örökké élnek a sebezhetetlenek, csak azért, mert éppen fegyver lóg a kibaszott oldalukon. Rendesen még a kamerába is röhögött. Menj át a készenlítéseket, kapd le nyugodtan. Kajak vele mosolygott, én kérek elnézést, mert csúnyát nem szabad mondani. Remélem, hogy elég szépen beszéltem, és remélem, hogy nem baj, hogy megkérdeztem, hogy mi a kurva anyjukat mosolyognak. Menjünk, hanem a másodikba. Bazzunk. Ide is jöttek, vagy 50-en rendőrök. Benn állnak az utcában az autók. Abba is benn ülnek. Jött még egy adag készenlét, de folyamatosan jönnek. Úristen. Most kérek segítséget azoktól, akik nézik az adást, hogy jöjjenek ki. Itt vagyunk a 11. kerület, Bánk-Bán utca, 7-es szám. 11. kerület, Kelenföld, Bánk-Bán, 7. Második emelet, a 30-as kapucsengő. Bocsánat, ezt mondom, de vagy egy ilyen bűnöző ember meg tudja venni a rendőrséget és mindenkit, és a rendőrség a bűnözőnek szolgál. Hát itt vége van mindennek. Ennek az a súlyosban, hogy ezt hagyjuk, akkor utána mi egymár bennünket tudnak levadászni az utcán. Hát ezt azért nem. Engem nem fognak levadászni, de aki magát hagyja, az, hogy megállnak majd az autók, berámolják az ember az autóba, és minden. És nem lesz jogorvoslat. Itt nem egyszerű kilakoltatásra van szó, itt a jogbiztonságról van szó. Ha itt ezt nem állítjuk meg, a jogbiztonság olyan súlyos sérelmet szenved, hogy veled is megcsináltuk, velem is megcsinálhatjuk. Nem lesz igaz, hogy van, hát kiírtják a magyar népet. Ezeket kell külfogni. Ja, Ali. Azért vannak ezek. Lent meg már vigyorognak a készenlétisek. Rendesen belevigyorogtak a kamerába, azt se zavart őket, hogy oda mentem. Vigyorolj egyszer, sütt az autóra, akarod. Egy kis a táskámat, ha ki kell jönni, akkor azt mondjátok, jó? Oké. Okay. Mondja már majd, mert ja, vigyázzat. Miért menjek le? Az ATV-nek nyilatkozik. Ezek a papírjai a... Ildikónak hívják a hölgyet? Ildikó? Ágnes. Nem, aki lakoltatás. Igen. Ildikó, ugye?
tehetett volna az Ildikóval is, de mondtam, hogy az... Nincs olyan állapotban, nincs olyan állapotban. Miért nem jönnek föl, akkor... De... Nem félték csinálni. Jó. Sziasztok. Kali. Kali. Úristen, ha a forrizs itt van, a rendőröknek annyi. Vége. Vége, bazmény. Az Eszter itt van, végük van. Úristen, mi lesz itt? Úristen, bazmény. Hát az Esztert ismerjük, hogy tudjuk milyen, amikor... akkor beindul. Csak egy elképzelem, hogy bekapatna az Eszter. És tánk! Mit képzel magam, meg vizé, úristen, akkor fröcsög a nyál, azt úgy van. Letjegyzetelve ezeket? És a rendőrség nem ezeket magyarul, hanem mindet, ez a baj. Szolgálunk és védünk a maffia államot. Nézzék meg nyilvánítsa, miért válsz ennyien, de milyen jogod? Hadd menjen a... és akkor utána háború. Hadd legyen csak benne, nyugodtan. De hogy egy várható szövegkörnyezet legyen, mert úgyis megvágják. Ugyanak, hogy ne látsz, hogy jönne. Hova állsz? Hova szabad állni, azt mondja, hogy, hogy jó neked? Így fogom hallani? Itt, ha ide állok, az úgy jó, ugye? Engem nem zavarsz úgy. Csak hogy szólj, ha belelógok. Szólj, ha belelógok. Elmondanám nevét is, hogy kírjunk ki tudósítani? Igen, Polgár Zoltán vagyok, a Jogelémért Egyesület egyik tagja és jogvédője, a Rászorulókat Támogatók Egyesületének a vissza, civil jogvédő, negyedik évet csinálom a revivás érdekvédelmet. Eljutottunk oda, hogy ma már kilakoltatásokról kell beszélnünk, érvénytelen szerződések alapján. Azért vagyunk itt, mert a megint csak súlyos törvénysértéssel állnak itt a rendőrök, és a országgyűlés által meghozott adatövényem a érvényben van még mai napig. A 154 paragrafussal rendelkező, tehát van egy ilyen paragrafus a bírósági végrehajtásról szóló törvénynek kimondja, hogy amennyiben az áverési vevő 6 hónapon túl nem lép birtokba, és nem veszi birtokba az ingatlanát, akkor a végrehajtó végrehajtási cselekményemmel ezt nem teheti meg. Ez csak ilyenkor ingatlan gyűlítési önálló bírósági perelet érvényesíteni. Jelen esetben ez az ingatlan áverés több mint egy éve megtörtént. Az áverési vevő semmilyen olyan tevékenységet nem kérte végrehajtótól, hogy ugye ürítse ki az ingatlant, nem lehetne, és ennek ellenére a végrehajtó kitűzte az áverési, ugye az ingatlan gyűlítését. Jelen esetben, abban az esetben, amennyiben a végrehajtó ma bármilyen intézkedés megtesz, abban az esetben, a rendőrök biztosítják, a rendőrök mennek a katonai ügyészségre, nem lesz egyik se rendőr, és az ügyészségrehajtó sem lesz végrehajtó, mert a törvénysértéshez nyújtanak segítséget. Függetlenül attól, hogy a rendőrök ma itt megpróbálnak bármilyen segítséget nyújtani, a bűnsegédi magatartást elkövetik, miután a törvény és az okiratok, amelyek rendelkezésre állnak, egyértelműen meghatározzák, hogy az a határidő, amelyet eltelt, jogvesztő határidő, az semmilyen egyéb erőszakos cselekmények kikényszerítve nem lehet. Abban az esetben, amit ma itt végrehajtást megpróbálnak kikényszeríteni, úgy a rendőrség törvénysértés állapotában is mind letartóztatandó személye válik a végrehajtóval szemben. Megígérem egyébként az önnek előtt, hogy amennyiben itt ilyen megtörténik, nem állunk elemre erősebbek, de hogy ennek nemzetközi visszhangja és súlyos jogi következmény lesznek, az biztos. Amit én állítok, azokat okiratokkal tudom bizonyítani. Van egy másik dolog, hogy ezek az emberek, akik itt vannak, elindították azokat a jogi eljárásokat a Budai Központi Bíróságon, amelyek jelenleg függő jogi helyzetet teremtettek, tehát a végrehajtás korlátozás iránti per, a végrehajtás felfüggesztés iránti kérelmüket beadták, a jogerősen nincs elbírálva. Függő jogi helyzetet nem lehet erőszakkal meg nem történté, vagy meg nem történté tenni. A gyakorlatilag az épp olyan, mint ha valakit elítélnek, kérem szépen, elsőfokú ítélet, és már elkezdik a jogerős szabadságvesztését történni, és lehet, hogy másodfokon felmentik. Ez ugyanez ebben a polgárügyben. Vannak el nem döntött jogi kérdések, és el nem döntött jogi kérdések esetén nem lehet erőszakkal és semmi egyéb módon kikényszeríteni kilakoltatást. Tehát lehet kilakoltatni, de be kell tartani a törvény. Ebben az esetben, ahol itt állunk, nincsnek a törvények betartva. Tehát itt ma föl se sorakozhattak volna a rendőrök, a végrehajtó ki sem jöhetne, és meg se lehetne kezdeni ezeket a végrehajtási cselekményeket, amik
ezeket természetesen mind okiratokkal tudjuk bizonyítani, úgyhogy halálosan nyugodtan állok minden kérdés és minden egyéb elé. Úgy tudom, hogy ráadásul a lakók itt törlesztettek, és a mai napig vonják a törlesztő részletet. Igen, törlesztenek és vonják, tehát itt van egy törlesztés, bár van egy elég nagy elmaradásuk. Másik, ami nagyon nagy dolog, hogy a deviza hitel volt. És azért egy pár dolgot, amit a média eddig elhallgatott talán annyit, hogy a deviza hiteleknél a bankok mai napig nem tudtak devizát rendelkezésre bocsátani. De tekintsünk el egytől. Azért a nézők szeretném mondani, és hogyha ezt a média leadná, örülnék. A pénznek az a tulajdonsága, ha pénzt megkapom, a tulajdonjog átmegy a pénzt megkapó tulajdonába. Mennyiben deviza hitelről beszélünk, a kölcsönfelvevő a devizát megkapta. A tulajdonost illeti a tulajdonjog növekménye. Abban az esetben, amikor a deviza árfolyama fölmegy 50%-kal, azt kell vonni a tőkéből. Ha így számítjuk, ezek az emberek nem 6 millióval tartoznak, hanem csak 1,5 millióval tartoznak. Tehát magának az összegszerűségnek a kérdése is olyan vitás kérdése, mert most sem lehetne kilakoltatni. Tehát minden tény emellett szól, hogy itt ma nem lehet megkezdeni a kilakoltatást. Természetesen tudjuk, hogy a tisztelt rendőrhölgyek parancsot teljesítenek, de a parancsot csak jogszabály betartásával lehetne végrehajtani. Az én állatom elmondottak, azok teljes mértékben megállják a helyüket, és azért kellett ide most már kiállni, mert a magyar népet nem lehet a saját otthonából kilakoltatni. Az, hogy az országban kiknek az érdeke, hogy az ingatlanokból jogtalanul kilakoltassanak embereket, vannak tippeim, de nem mondom. Azonban az embereknek igenis joguk van élni és élni hagyni. És egyet felejtenek el a tisztelt politikusok, vagy azok a körök, akik ezt akarják, hogy amennyiben a magyar állampolgárokat az utcára teszik, nem maradnak adózó állampolgárok, és ezeknek az állampolgárnak a szülei építették lesz az országot. Tehát össze kell fogni, és nem lehet jogtalan, szerződések esetén pedig ilyet nem lehet csinálni. És még egy utolsó mondatot elmondok, érvényt a szerződés alapján képtelni senkit sem lehet. Ez épp olyan, mint ha valaki azt mondja, hogy ennyi az ingatlan, be van egyedül a tulajdonjoga az ingatlan nyilvántartásba, és ezt követ oda megy egy másik ember, enyém az ingatlan, és beül az ingatlanba. Minden egyes törvényi rendelkezés ellenére. Tehát itt tartunk, és azt gondoljuk, ezt meg kell tenni, föl kell állni, mert még vége van ennek a fajta hazudozásnak, és ennek a fajta mentalitásnak, mert Magyarországon van. Meg kell védeni az embereket. Mennyiért kelt el az ingatlan, mennyiért tervezték el, és mennyit ér, azt lehet tudni? Hát az ingatlan az 12 millió forint. 12 millió 700 ezer forint kelt el az ingatlan. Hogy ez mennyi, ez kicsit többet ér az ingatlan, talán olyan 17-18. De a végrehajtott 3 millió 500 ezer forint költséggel számol már ebben a történetben. Az adatokból látva az Egyesület kiszámolta, hogy az adós, aki ellen most folyik az eljárás, lényegében a 3 millió forint tőkét, amit rendelkezésre kapott, már mindenképpen teljesítette, és még 10 év hátra van a futamidejéből az eredeti szerződéskötési szándékot figyelembe véve. Tehát akárhogy nézzük, a 3 millió forint kölcsönből nem lehet 14 millió forintot generálni, akárhogy nézzük, ha deviza alapú a hitel, és abban számolunk, akkor is az adós a felmondás pillanatában túlfizetésben állt, sőt a mai napig ugye teljesít, csak a teljesített összeg nem jut el a valódi követeléskezelőhöz, akinek járna a pénz, mert valahol a rendszerbe elsumákolják a Morgan Hitel ZRT-n keresztül, meg az E-Kapitál pénzügyi intézeten keresztül, annak ellenére, hogy végig teljesített és ma is teljesít, és a rokkantsági nyugellátásának az 50%-át vonják, amiből nem is lehetne vonni. Tehát minden, ami itt van, teljesen a magyar törvényekkel szembe megy. A bíróság nem teszi a dolgát, mert csak egyetlen egy dologra hivatkozó is el kellene, hogy függessze most ezt a végrehajtást, az Európai Unió előtt álló döntéshozatalig, a C51/17-es kérdésre meg kell várni a választ, ami szeptember 20-ára fog eldőlni, ami arról szól, hogy a devizában nyilvántartott kölcsönöknél megfelelő volt-e a tájékoztatás, illetve áthárítható-e az árfolyam kockázat az adósokra. Mert ugye volt olyan döntés, hogy az árfolyamra is átthárítható. Érte nem átthárítható, de hát ez 20-30 forintokról szól, amíg az árfolyam kockázat
leindult a gestapopó. Szabad tudni, hogy hol mennek az urak hölgye? És hogy ki engedte be magukat? Szabad tudni, hogy hol mennek? Azon kívül, hogy a pokolba. Vidámok vagyunk? Buli van? Gyereknap van, gyereke? Gyereknapra jött, hogy ennyire mosolyog? Mert hogy egy beteg nem lehet ezen mosolyogni. Ha volna gerince, nem jönne. Csásom. Nem jönnek be. Mérem a lakatost. Jó? Nem engednek be. Nem. Persze, hogy nem engedünk be. Jogtalan a kilakoltatás. Jogtalan a kilakoltatás. Mit gondoltak? Akkor csináljuk. Jó? Mit csináltak? Leugrottak? A végrehajtás biztonságos végrehajtás érdekében kérjük, hogy hagyják el a helyszínt. Megértették? Én nem értem elnézést ennek kérdésen. Én abban a tudatban vagyok, hogy ez a kilakoltatás az jogszerűtlen, mert valami jobb... Felszólítom önöket másodjára is. A végrehajtás biztonságos lebonyolítása érdekében kérem önöket, hogy hagyják el a helyszínt, mert különben kényszerítő eszközt fogunk alkalmazni. Elnézést, rosszul tudom, hogy van egy jogvesztő határidő. Megértették? Nem értettem, azért kérdezem. Rosszul tudom, hogy van egy jogvesztő határidő kilakoltatás, és azt is rosszul tudom, hogy önöknek az a dolga, hogy a végrehajtó testi épségét védjék, nem pedig az, hogy másokat innen elvigyenek, vagy hogy magát a kilakoltatást megkönnyítsék. Harmadjára is felszólítom őket. Végrehajtás biztonságos lebontása érdekében nem tudom megérteni el a helyszínt. Megértették? Nem értettem meg, mert kérdéseim vannak, és nem válaszolt ezekre a kérdésekre. Ha nem értették meg, akkor testi kényszert fog akarni. Ki ellen? Ki ellen akar? Én, mint magánember, aki... Hol az elverési vevő? Ki az elverési vevő jelentem? Hol van? Ki az elverési vevő? Hol az elverési vevő? Hol az elverési vevő? Hol az árverési vevő? Hol az árverési vevő? Anélkül nem lehet végrehajtást tartani. Tájékoztatom a tiszteletben hatóság tagjait. Az árverési vevő jelenléte nélkül nem kezdhessük meg a végrehajtást. Háromszor felszólítottam őket, nem lehet az árverési vevő. Kérdésem volt, hogy válaszolt. Én nem válaszolnak az úrnak azért, mert már törvénytelen. Ez nem, rendőrállam. Itt szabályokat be kell tartani! Mutassák be az árverési vevőt! Jöjj ide! Jó. Voltak kérdéseim, amíg ezekre nem akkor szólni, addig nem tudom tudomásul venni azt, amit mondok. Mert addig kénytelen vagyok feltételezni azt, hogy ez a rendőri eljárás nem jogszerű. És a nem jogszerű rendőri eljárással szemben jogom van védekezni, illetve az van, hogyha ez a rendőri eljárás nem jogszerű, akkor ön most bűncselekményt követel, és bűncselekmény végrehajtóját akár itt fel is tartóztathatnám, amíg kihívom rá a rendőrtől. Ezért szeretném tisztán látni ezt a helyzetet, hogy valóban igaz-e az, hogy ez a kilakoltatás egy jogvesztő határidő után van, illetve azt is szeretném tisztán látni, hogy valóban igaz-e az, hogy önnek itt az a dolga, hogy a végrehajtónak a testi épségét védje, és amit látjuk, a végrehajtó testi épségét semmi nem veszélyezteti. Erre a két kérdésre szeretnék választ kapni. Például hol van a vevő? Itt a vevő mellett. Én a csendben válasz.
Ja, a Vigyori, igen. Van valami bizonyíték? A Vigyori. Tizennégy éves kor óta dolgozik, most mondják a tulajdonos. Ildikó, 14 éves kor óta dolgozik. Törvénytelenséget van rólam, tudják? Hogy azt követnek el? Komolyan szolgálunk és védünk, azt mondják. Öngyilkos merénylőként jöttek, úgy látom. Hát minket nem, állampolgárokat nem védenek. Meg nem is szolgálunk. De az új állampolgárokat védik, bocsánat, hogy fülébe kivált. Az lenne a kötelességük. Az új állampolgárokat védik. Szolgálni kellene, csak nem minket szolgálnak. Az adófizetők pénzét. Kapok azt a kérdéseit? Válaszolni, mert nem tudja válaszolni, hogy törvénytelen minden. Elnézést, tettünk föl kérdéseket is, arra szeretnénk választ kapni. Miért nem válaszolnak? Uraim, arra válaszoljanak tisztelt rendőrség, hogy a Magyar Bíróság végrehajtó törvény 154 paragrafusát miért nem tartatják be? 6 hónap után a végrehajtó nem tekhet végre kilakoltatási intézkedést. Ez törvény. Be van adva egy csomó végrehajtási kifogás. Jogerősen nincsen elbírálva. Itt vannak a kezemben az okiratok, át tudom adni. Függőjogi helyzetet önök nem kényszeríthetnek ki semmilyen cselekménnyel. Az ügyészségen fogják végezni mindahányan. Ezt itt megígérem. Függőjogi helyzetet be tudjuk mutatni okiratokkal, hogy nincs elbírálva. Amíg elbírálva a végrehajtás felfüggesztése, és nincs elbírálva a per, itt kilakoltatás nem lehet tartani. És a törvény kimondja, hogy 6 hónap után a végrehajtási árverési levő csak bírósági különkeresettel érvényesítheti. Tudja, hogy törvénytelen, akkor miért állít? Hogy igényi? Miért jött ide? Hogy mert ide jönni? Hol van az árverési bevő? Hozzák már ide! Itt van. Itt van, itt áll mellettem. Igen. Nagyon tetszik neki a helyzet, mint hogyha valami babazsúron van. Vigyorog, folyamatosan vigyorog. Nincs halálfélelme. Ha annyira agresszívak volnánk, hogy ennyi rendőr kellene, akkor már történhetett volna bármi még miatt. Már a lépcsőn történhetett volna bármi. Mondtuk valami más? Nem mondtuk. A jogainkkal élünk. Még mutogatja magát. Hány éves ez a srác? 24? A tegnapi kilakoltatás is törvénytelen, a mostani is, meg még hány van az országban. Hát akkor ha ezt kell, akkor csináljuk. Most elvitték az embereket? Igen. Elkísérnek mindenkit be. És milyen jog van? De hát ez még az Ildikó tulajdona, nem? Persze. Még nem vették át, akkor miért viszik el az embereket? Ezek az emberek nem csináltak semmit. De nézd, nem csináltam semmit. Itt állnak. Akkor miért kell elvinni innen? Testi kényszer? Egy 50 éves hölgy ellen? Zoli, lekísérnek, menjek le! Lesz fel ellenállni, meg kell jönni. Ha akarnak, jönni. Nem, ha nem szóltál. Most akkor át kell engedni a maffiának az ingatlant? Ennyit ér a lelketek? Ennyit ér a lelki üdvösségetek? Istenem! Nézd, hogy vigyorog az a disznó is. Nem vagy, tökörtön, jó lesz a kis geci. Nézd, hogy vigyorog az a koca, bazd meg. Dehogy nem, csak nem Magyarország törvényeit. A talmudista törvényeket pontosan szóról-szóra betartják. A talmudista törvényeket betartják, miről beszélünk?
Nézzük, vissza kell a 70 éves bácsit, a Feri bácsit. 79 éves a Feri bácsi. Kísérik le, mint valami bűnözőt, épp hogy nem vágják bilincsbe. Milyen jogon igazoltatják? Milyen jogon igazoltatják a hölgyet? Mit csinált? Nem csinált semmit. Nem állt ellen ennek a bűncselekménynek, pedig az kellett volna. This housing Hungary, Budapest. Amelyek a budai közkerületi bíróságra be vannak hozva, és még nem ügölősen el vannak bírálva. Végrehajtás korlátozási iratéti per, végrehajtás felfüggesztési per, és fellebezési határidő nem tartva. Függőjüge helyre van. Itt van még a 154 per az szakasz a törvényben, hogy nem lehet 6 hónapon után kilakoltatást végezni. Ennek ellenére a rendőrség végrehajtja a kilakoltatást, a rendőrség jogellenes cselekményt hajt végre, megtagadva a rendőrségi törvényt és a kötelességi teljesítő természetes utasításra, evikcióni. De hívásjogi utasítás teljesítenek. Evikcióni. A rendőrség médián keresztül tájékoztat veled, végrehajtja a cselekményt, de az ügyészségi vizsgálatot gondolom nem fogja elkerülni, mert a rendőrség amennyiben felhívják a figyelmét, hogy a cselekmény, amit végeznek jogtalan, nem hajthatja végre, és köteles megtagadni. A sötétkék inges őszhajú. Azt gondolom, hogy ez a Magyarországon nem jogállt. Az a kérdésem, hogy tudományosan szerint ez a kilakoltatás jogszerűtlen, hiszen egy jogvesztő határidő lejárt. Ezzel kapcsolatban tud nekem feltájékoztatást adni? Illetve még az a kérdésem, hogy úgy tudom, hogy ön azért van itt, hogy a végrehajtónak a testi épségét garantálják, amit semmi nem veszélyeztet jelenleg. Ennek fényében el tudnám mondani, hogy a testi kényszer ön szerint miért jogszerű? Ezekre nem kaptam választ. Bocsánat. Gondolkodom azon, ha visszajönnek a... Súlyos beteg a hölgy, legalább valami haladékot adjanak neki. Súlyos beteg, itt rosszul lett, már elájult. Súlyos beteg, csak haladékot adjanak neki. Hogy tudja jogilag rendezni a dolgait, tudja rendezni, hogy hova menjen. Most nincs hova menni is. Haladékot. Adjanak egy hónap haladékot. Mint a jól lakott óvodások. Milyen nevelésben, hogy bántalmazhatták őket, amiért ilyen pszichopaták lettek be ezek? Tehát valami súlyos pszichológiai oka van ennek. Valami nagyon súlyos oka van ennek, bazdmeg. Ne felejtsétek el, hogy Pál üldözte a keresztényeket és tömegesen írtotta Jézus idejében, de megtért. Szent Pál megtért. Ugyanolyan tömeggyilkos volt, mint ezek, vagy még rosszabb. Ő is élvezte másoknak a szenvedését és a halálát. És megtért. Hát ha Pál meg tudott térni, akkor térjenek meg ők is. Amíg még van, amíg még élnek, amíg még megtehetik, és nem kell a pokolra kerüljenek. Mert az Isten megadja a lehetőséget, ezért élnek még. Nincsen jogállam. Egy nagy nemzetközi állam van, az új világrend. Meg mindenki kiirtani egy kör egyik, hogy ilyen szemetek, mint maga ne legyen.
Az Istenre kell bízni a döntést. Még a fizetéséből is csökkent a kormány, és ezeket szólja. Nem szabad felvenni a módszereiket, de el kell számoltatni. El kell számoltatni. Olyan törvényeket hoznak, amilyeneket akarnak. Olyan törvényeket hoznak, amilyeneket akarnak. Ez a bar. Jobbányok pénzén, bazdmeg! Mi fizetjük és nem is kaptok belőle sokat. Nem az a tettes Orbán patkány fizetünk, azt is kitartjuk el, még a tettes mészáros. Meg a robbantásos merényletes pintért, ott aludtam a kullóféle bombagyárban, bazdmeg hány feljelentést tettek! Mindegyes lesz, és kiadná össze vissza mindenki a dolgokat. És igaz, kiabálják, jogosan! Mert igazunk van, mert öregeket tettek ki hozzá! Háborodás, csak én azt gondolom, hogy ilyenkor jobb, hogy az ember nyugodt. Há, hogy lennék már nyugodtan? Nyugodtanak kell lenni, mint ők. Ön nyugodt lenne, ha az anyját raknák ki? Mondja meg nekem. Hát az anyámat raknák ki, azt csak próbálnák maximum. Egy adag hidrogént kapnának a pofájukba, hadd égjen le a bőr a pofájukról. A szétszentségbe az meg, hogy a szöges bomba befigyelne. Az anyámat csak megkörnyékeznék. Aztán nem false flag-es rendőrrobbantás volna az meg, hanem valódi zászlós. Nem false flag-es, mint a Terész körúti katonai titkosszolgálat által végrehajtott robbantás. A saját rendőrei ellen az meg. Ártatlanul ülben Papp László. Az imeibe van. A halálán van. Mit mondasz? Mit mondott? Kis minkelve, bazd meg, de komolyan mondom, már csak a miniszoknya hiányzik róla, meg a magas sarkú. Mint az ügyészek a bíróságon, amikor hozzák a hamis vádakat ellened. Magas sarkúba, miniszoknyába, kis minkelve, bazd meg. Ez a morális valóság, ez a morális, ez az erkölcs. Tudják, mennyit kap a kormány? Csak a maga zsebéből vett ki, többit. Mennyit számoltunk össze? Majdnem másfél millió. De biztos van, hogy biztos, hogy ilyen soros kampányokból, meg ilyen cég, amikért még a csöcsemők is fizettek. És még a túlóra pénzüknek is elvették a rendőrök. Soros a faszomat szólott ki, de hány ember kaphatatok ki soha jövő? Mi a fasz értek a halálmányokkal? Most van a várakozós része az akciónak. Ha azt el tudnánk érni, hogy kapni egy hónapot. Meg a család, meg a barátok látják. Elég szégyen. Elég szégyen. Tegnapi kilakottatásatok csak a mi közvetítésünk, hogy 150 valány ezer azt mondták, hogy túlfizették. Nekem azt mondták, hogy túlfizették. Nem tudom, hogy hol áll meg a valóság a kettő között, vagy... Mindenesetre gyönyörű a lakás, rendezett, szép, tiszta. A hölgy se egy mocskos asszony, akit mondjuk bármilyen okból ki kéne lakoltatni. Az, hogy egy ilyen csapdába beleestek százezre. Persze, mert az emberek nem tudnak tájékozódni, nincsen egy rendes ügyvédjük, a közjegyző nem mondja el, hogy a hitelbe bele fognak bukni, hogy négyszeresére, ötszörösére megy a hitel. És rendőrök is vannak, igenis vannak rendőrök is, akik beleestek ebbe a csapdába, és vannak olyan rendőrök, akik nem védik magukat azzal, hogy kijönnek egy-egy ilyen jogtalan kilakoltatást végrehajtani, hanem akinek az anyját, a saját anyját a kollégája lakoltatja ki, ilyen esetről is tudunk. Tehát rendőr.
rendőrök lakoltatnak ki. Hogy éppen egy illegális rendőri akciót akadályozott. Hát most ezen az egy hónapon, hogyha adnának haladékot, ezen már nem múlna semmi. Ez hölgynek volna egy lehetőség, hogy addig otthon találjon és rendezze a körülmény, ne az utcára helyen mennie. Vagy esetleg jogi úton elérje, hogyha a szerencsés, hogy visszakapja az ingatlant. De előbb-utóbb vissza fogja kapni az ingatlant, mert meg lesz szavazva a parlamentbe az a törvény, ami semmisé teszi majd a devizahiteleket. És visszamenőleg lehet kártérítést követelni. Házakat visszakapni, lakásokat és kártérítést követelni. Csak azok az emberek már nem fognak tudni kártérítést kapni, akik meghaltak. Aki a kilakoltatáson meghalt, vagy öngyilkos lett. Megmondtam tegnap is, amikor a Tibos lépte, azért a pár kis százezérre, amire kijöttek a rendőrök, hogy nem tudom milyen juttatásokat kapnak. Nem basszák őket ki a munkaikből még egy darabig, amik használhatóak. Persze sok kicsi, sok nem, egy-egy lakáson szereznek. 20-30 millió. This housing Hungary. This housing in Budapest. Eviction. Evictione. Evictione. Illegál. Illegál evictione. Visszajött a... Gózakivel beszéltem? Nem. A Fóri Zsesztert kérem, hogy franciául írja ki a... Fóri Zsesztert kérlek, hogy franciául és angolul írt ki, hogy mi zajlik itt, légy szíves. Írjátok ki franciául és angolul, hogy mi zajlik, mert rengeteg ismerősöm van külföldről. Köszi, Green. Tehát fordítsa le angolra, németre, franciára, olaszra, a főbb nyelvekre, hogy mi zajlik itt. Hogy tudják olvasni, értsék a nézők, és külföldön is terjesszék. Uram, azt mondom, hogy már megtenni, hogy pótolja ezt most. Ez még mindig vigyorog, ez be van lőve, vagy ez elitta az agyát, vagy valamilyen elmeprogram alatt áll, nem tudom, de folyamatosan vigyorog a nyomorú. Szerencsétlen. Elvégre hívják a tulajdonos annak a cégnek. Az a vörös szakállas bácsi, az vajon most települt át, vagy őshonos? Nagyon honos. Én sem vagyok egyébként szittyehon, csak kérdezem, hogy most élvezetből jönnek a zsidók kilakoltat, hogy élvezik? Tehát nyilván élvezik egyébként, nem volnának itt amúgy. Vagy jó lesz majd a toros este, jó lesz majd megünnepelni, hogy
kocintani sörre, mint az osztrákok, jó lesz majd. Nehogy az legyen, sokan mondogatják, nehogy az legyen, ami Ukrajnában, hogy ezeket sortűz alá veszik. Nem akarunk háborút, de hát saját javaikért az emberek bármire képesek. Ezek ilyen mafiózókat vélenek. Polgár Zoltán! A Gali Katalin hív le! Valami baj van. Ki akarják vezetni a Katiékat? Menj le, segítsél! Ott van a Kati, segíts, hogy el akarják vinni. Halasztást. Nem kell több. Nem kell több. Egy halasztást tudnál rendezni a súlyosan beteg hölgy. Nem akarok fogja átlépni azért. Köszönöm, hogy parancsoljunk. Nem halljuk! Nem halljuk! Mondjad hangosan! Hát akkor minek kiabál, mit tudom. Csak bereket már, hogy nincs elő. Elnézést, uram, ön túl tájékoztatást adni nekem, mert a kollégája nem az osztás, hogy én emiatt adományi szemben vagyok, hogy éppen egy illegális rendőri intézkedést akadályozok. És hogyha meg tud ennek győzni az RTL, akkor nyilván nem fog akadályozni a rendőri intézkedést. Azért, mert ön a rendőr, és önnek kell elmondani azt, hogy mi az, ami miatt velem szemben testi kényszert fognak alkalmazni. Én nem használom a polgármesterséget. A kollégája azt mondta, hogy testi kényszert fognak alkalmazni. És én már azóta is arra várok, hogy milyen jó lesz. Nem vállal, hogy holnap tegény. Nem vállal. És egy átlag cégben sem az van, hogy több alatt, hogy a tulajdonos, hanem egy bármelyik ami miatt az van, hogy nekik van azért tájékoztatási kötelezettség, ha más nem, akkor ott van a közéletben. Szegény nem szorul be itt az erkélyen? Nem, egy kis sportolás neki se járt, ahogy veszik. Kocsitól idáig sétál. Még nincsenek elege. Még nincsenek elege. Kérlek, hogy nem találja őket valakit, hogy felismerik, és mondjuk parcon köpik, vagy esetleg leszúrják, vagy nem adom a tippeket, csak
furcsa ez. Értem, de szeretném meg kérni, hogy álljunk fel és fáradjunk. Miért? Elfáradtam. Meg kérni, hogy fáradjunk velük, és valami szintén elő lehet, hogy keresünk el a helyet. Menjen szíves. Kesek? Székes. Szék az kellni fog neked. Ez kell neked. Úgy jó, hogy már jöttetek ki 50-en? Nem. Egy olyan lakásért, amire a szerződés érvénytelen? Vagynak velünk először. Uram, miért nem minket véletek? Első kérdés az az. Jogi aggályok léptek el. Aggályon vannak, uram. Karoljunk? Jó, és akkor legyen szíves fáradjunk. Először válaszoljon egyet, és aztán indul. Pedig önnek tájékoztatási kötelezettsége van, arról tud. Nem kéne rángatni egyébként. Nem kell arrébb lögdösni. Seggedet se nyomd, de nem vagyok rá élvező. Nem élvezem, ha ide nyomod a seggedet, te elhiszed? Kicsit perverz a vás. Nem, hagyjad a rendőrt, azt szerintem butaság. Az egy nagyon jó módszer, hogy az ember hangosan kormányzik. Miért nyomja, tetszek a bácsinak, ide nyomta a seggét? Hát, valaki nem vette. Miért nem a csaj küldték azt a vörös üzé cofosat, kis Mikkel? Annak jobban örültem volna, a csaj nyomja oda a seggét. Nem vagyok kíváncsi a homoszexuális üzé lakásra. Illetve fel kell szólítani arra háromszor, hogy esti kényszert akarnak alkalmazni, illetve nekem vannak kérdéseim, amikre pedig válaszolni kell, mivel önöknek tájékoztatási kötelezettségük van. Választ adnak persze, Izraelnek élőbe. Velem szemben is alkalmaznak a részt, azaz engem is megkészül. Kérdésem az az, hogy rosszul tudom el azt, hogy erre a kilakoltatásra lejárt a jogász határidő, tehát nem lehet. Ez a lényeg. Kérdéseim vannak az intézkedés jogszerűségével kapcsolatban. Jelenleg abban, hogy szemem vagyok, mivel senki nem tájékoztatott, hogy ez a intézkedési jog szerint nem. És önnek önnek tájékoztatási kötelezettsége van velem szemben. Ő volt az, aki rám nyomult. Már a börtönbe érzi magát a bácsi, de még érezheti ott. Ez az intézkedés... Ártott nektek az az idős asszony? Még egyszer felhúzom. Egy jogszerűtlen kilakoltatást akar védeni. Csak nehogy ki legyen nyitva a gáz. Azt mondta a tulajdonos, hogy ki fogja nyitni a gázt. Úgyhogy vigyázzatok, amikor bementek. Ezt most komolyan mondom. Szabadságot és testvérieséget. Ne bántsátok! Nem tesz semmi rosszat! Jogtalan a kilakoltatás, ne bántsátok! Én abban a hiszemben vagyok, hogy ez az eljárás jogszerűt lehet, és szíves, ne törjek a lábat és a szájnyit. Segítség, inká akarnak változtatni! Hova menjen veletek? A pokolba? Oda nem tartunk, ahova ti mentek. Jaj a lábam! Nem kéne eltörni a lábát. Menjetek haza, végezzetek kerti munkát inkább. Még mindig be van akadva a lábam. Ez megy, öcsém, bazd meg. Elmegy, öcsém.
még mindig nem veszik figyelembe, hogy itt történhetnének nagyon nagy gondok. Ez egy jogszerű rendőri intézkedés, ez egy jogszerű rendőri intézkedés. Ez teljesen rosszerű. Teljesen a biztonságom érdekében elörgössél. A saját biztonságotok érdekében takarodjatok innen a picsába, bazd meg. Rohadt gyilkosok. Anyádat lögdössed. Miért nem ugortok le a gecibe az emeletről? Vegyél be az meg köré. Szarházi. Rohadt gyilkosok. Fáj, élőben megy ám, nyugodtan lehet lögdösödni. Élőben megy a felvétel, patkány. Disznó állat. Beteges faszok vagytok, bazd meg. Az egyik a segít faszomra, a másik meg taper, azt úgy lögdös. Ezek vagytok, bazd meg, perverz állatok. Gusztustalan férgek. Mindjárt leköplek, bazd meg. Csak sajnálom a kamerát. Köszönöm. Fantasztikus ember vagy te is, öcsém. D24 zárszerviz, lakatos műhely. Ne menjen senki oda. Mocskos trógerek. Csak egy ember volna köztünk, aki fegyvert ragadott volna. Csak egy ember volna, nem volnátok ilyen vagányok, bazd meg, szaladnátok, mint a patkányok a süllyedő hajóról. Szaladnátok széjjel, bazd meg. Még megtörténhet az Inácsi eset folytatása. Még lehet folytatása, és ezt akarjátok kivívni, hogy az emberek lelke elveszel, mint a tietek? Miért nem tértek meg? Szaros milliókért, bazd meg. A gyereked meg le fog köpni, ha hazamész. Remélem, jól arcon csúl majd. Meg a feleséged is. A fiad volnék biztos, hogy még a kést is beléd vágnám, bazd meg, ha hazamész. Hogy ilyeneket művesz, bazd meg. Na, nem is kell, hogy a fia az illető. Nem féltek, hogy az utcán valaki meglát titeket, és elkavasz meg? Nem féltek? Még megeshet. Nem kívánom nektek, csak megeshet, bazd meg. Mert ezeknek vannak ám következményei is. Biztos, hogy bíróság előtt fogtok tárgyalni erről. Biztos, hogy ez a bíróság elé fog menni. És ha meg az embereket felhúzzátok, akkor meg fognak ölni titeket. Ők is felhúznak benneteket. Ennyi fog történni. Ha nem változtattok ezen a stílusban, változtattok magatokon. Bármikor erre mennek egyébként, hogy kitörjön a forradalom, és mészállás legyen. Mert a sátán atyátoknak ez tetszik, a vérontás, bazd meg. Meg amit most is műveltek. A sátánnak, bazd meg. Aki a lelketekbe, aki a lelket szart. És aszerint cselekeztek most is. A lelki szaradékok. A trógerek. Elvettétek a kislányomat, elvettétek a családomat, elvettétek a házunkat, bazd meg. 2012-ben megmondtam, hogy megérdemelnék, hogy felbancsom az érdi őrsöt. És sajnálom, hogy nem tettem meg, bazd meg, mert egy csomó ember megmenekülhetett volna, egy csomó gyerek, akiket eladtok, meg egy csomó ingatlan, meg idős ember, akiket megöltök, bazd meg. Sajnálom, csak mondtam, meg utólag már sajnálom, mert ártatlanul be tudtatok börtönözni, meg gépfegyverekkel vittetek el otthonról. Arról sem beszél senki. Nem érdemlítek, hogy éljetek ezen a világon, mert csak rosszabb lesz tőletek ebbe az állapotba. Meg kell érdemelni az ember ítélésén a földön. Ki kell érdemelni lelkileg. Szent Pál megtért, térjetek meg ti is. Szent Pál meg tudott térni a tömeggyilkos, a keresztény mészárló. Meg tudott térni Jézus korába. Nekik is megadja még az Isten a lehetőséget, azért élnek, és azért nincsen nálunk fegyver. És azért nem tartjuk be a szavunkat, hogy puskával jövünk.
Azért nincs kinyitva a gáz, bár azt nem tudom garantálni, hogy nincs kinyitva a gáz. Azt nem tudom garantálni, mert azt mondta a hölgy, hogy ki fogja nyitni a gáz. Nyugodtan fúrjátok csak az árat akkor, nyugodtan fúrjátok. Kell a szikra a gáznak. Nem tudom, hogy ki van-e nyitva. Ha mázitok van, akkor nincs. Ha nincs mázitok, akkor... akkor együtt megyünk a túlvilágra. Azt mondta a tulajdonos, hogy ki fogja nyitni a gázt, hogyha jönnek ezek a rohadékok. És nem tudom, hogy megtette. Nem tudom, megtette, mert be van zárva a lakás. Nem tudom, hogy kinyitották el a gázt. Volt már hasonló eset, hogy kinyitották a gázt, és felrobbant az ész. Beteg állatokba az meg. Nem volna bőr a pofámon hazamenni ezek után a feleségem meg a gyerekeim szemébe nézni. Nem volna bőr a pofámon, bazd meg. Lehet, hogy fejbe lőném magam. Volt is rá eset. Egy pár éves. Nagyon sajnálom az illetőt. Amikor vitték volna a bíróságra a rendőr. Kiment az erdőbe és fejbe lőtte magát, bazd meg. És a feleséget üzenetét. Ne szégyeljetek magatokat. Addig cselekedjetek jól, amíg még tehetitek. Amíg nem veszitek rá magatokat ilyenre. Mint az a szerencsétlen. Az a nyomorult. És Piti Jáner ügyére akarták lecsukni. Azt mondta, hogy Piti Jáner ügyére. Ahhoz képest, hogy a kollégáimiket műveltek. És öngyilkos lett. Öngyilkos lett. Rendőr. És több mint 10 000 áldozata van már ennek az egész banki hazudozásnak, csalásnak, gyilkolásnak. Több mint 10 000 ember lett öngyilkos. Nem tudhatjuk a számokat. Több mint 10 000 ember lett öngyilkos. A tavalyi évben 19 000, a KSH adatai szerint 19 000 gyerek tűnt el idézőjelbe. Kérdezném, hogy hova kerülnek azok a gyerekek, akiket kilakoltatnak. Jó kézbe kerülnek? Mert hogy a szülőnél nem marad, az biztos. Hova mennek ezek a családok? Hova mennek? 8 éve otthontalan vagyok, tudom milyen az utcán lenni mínusz 20 fokba. Hova mennek? Tudom, hogy nincsen szociális ellátás. Tudom, hogy nincsen szociális ellátás. És miért kéne a saját lakásából kirakni? Lehet rendezni ezeket a hitelügyeteket. Lehet rendezni. Nem félnek, hát ez lehet akármennyi rendőr, a valaki ablakba is kilő rájuk egy gépfegyverrel. Hát Kalasnyikovot 30 rongyér már kapsz a piacon. Átmegy az ember Ukrajnába és hoz valamelyik dökútból egy csomagtartónyi gépfegyvert, vagy amit kell. És nem félnek, hogy valakindik áll egyszer az ablakok mögül és sorozattűzzel lelövi őket a picsába. És csak kérdezem, hogy nem félnek ettől? Nincsen ennyi tudatuk? Mert a lelkismeretük az most nem működik, de a halál félelmetik, hogy hogyan programozzák őket, hogyan mostják a dolgokat. Nem féltek attól? Most kérdezem, most halál, komolyan kérdezem, mert a Inárcson megtörtént a tragédia, ugye tudsz róla? A Inárcsi tragédia, ahol egy 61 éves volt rendőr megölt, nyakon szúrt, többször nyakon szúrt egy sajnos megtörtént. Egy szociális dolgozót. Nagyon csúnya dolgok történnek ebben. Melyik? Elhasználni az új tulajdonos. Nem félsz attól, hogy valaki bosszút el? Nem kívánom nektek, hogy ez legyen. Én nem akarok vérontást, én nem akarok háborút. De nem akarok olyan világba élni, ahol jogtalanul lakoltatnak ki embereket. És ez a hölgy nagyon beteg. Nagyon beteg. Itt összeesett. Nem eszik napok óta, nem tud aludni, és rengeteg betegsége van. Rengeteg betegség van, hogyha egy hónap haladékot tudnak kapni, az már sokat segíteni neki, hogy legalább ne közvetlenül az utcára kelljen mennie. Vagy hogy jogilag rendezze ezt. Mert az is megesik, tudja rendezni. Tudom, hogy itt súlyos milliókról van szó, de az embereket is nézni kell. Mert az Isten meg fogja adni azt, ami az embernek jár, ha jót cselekszik. Lehet, hogy ugyanúgy megkapja azt a pénzt, csak más irányból.
És nem fogják az emberek halálba szidni a családjával, vagy megtámadni az utcán. Nem a világba kell élni, ahol kibaszott anarchia van. Nem olyan világba kell élni. Békességre kellene törekedni, de így nem megy. Esélyt kell adni a hölgynek, hogy jogi úton visszaszerezze a lakását. És az Úr esélyt fog adni mindenkinek, aki most itt van kilakoltatni, hogy más úton is megszerezhesse azt a pénzt, azt az anyagi biztosítását, a hátterét. Meg fogja adni az Isten azt a segítséget. Nem kell a háttérhatalmat kiszolgálni. El kell engedni szépen. Egy egyedülálló beteg az dolgozó. Nem akarom, hogy az emberek fegyvert ragadjanak, mert sokan erre készülnek, nem akarom. És ezért kérdem, hogy nem félnek. Ezt akarják elérni. De azt mondta a hölgy, hogy gázt akar nyitni. Ha szerencsétek van, akkor nincs kinyitva a kibaszott gáz, és a szomszédok is bánják meg mindenki, aki itt van akkor. Az emberből kihozni, hogy okos összenek. Egy kurva lakásért, egy pár százezerért, amiért kijöttek a rendőrök, hogy nem is tudom, milyen juttatásokat kapnak, amiért nekik ez megint. Hogy nem teszik el őket láb alól, mert hogy árulok. Hát nyilván ez is benne van, hogyha elárulják a maffiát, akkor lenullázzák őket. Rózafed, elég vagyok. Tudom, találkoztunk. Mi a helyzet? Mert ugye én most csak sajtósként tudtam bejönni, egyébként ugye karhatalmilag nem engedtek volna fel. És hát amit lehet tudni rólam, hogy én most itt ugye kint, mint ahogy máskor is felvállalva a zsidóságomat. Ne jöjjön hozzá. Szóval felvállalva a zsidóságomat én kiállok a többi devizasorstárs mellett. És nyilván van néhány olyan sztereotípia, amit el kéne hesegetni. Figyelj, minden nemzetnek megvannak a patkány alakjai, és minden nemzetnek megvannak a dicsőségei. Nem azért kell elítélni valakit, ahova tartozik, hanem amit csinál. De tudjuk, hogy most honnan megy az irányítás. Ezt is ki kell mondani. Most én arra szeretnék csak hangsúlyt tenni, hogy nagyon sokan abban a hitben vannak, hogy és most nem akarok itt se pró, meg kontra, de hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy irányítam onnan, de tudják nagyon sokan is, hogy most sajnos zsidó származások vannak, nagyon sokan ugye a devizatás között. Igen, tudok ilyenről. Lenni. Hát mi is azok, hogy tudok ilyen. De most mi a helyzet, mesélj, hogy semmi, eltakarították az ellenállókat, akik elállták a bejáratot. Egyáltalán próbálták megkérdezni, hogy milyen jogszabályokra, milyen határozatokra hivatkoznak a rendőrök. De mert most az igazság az, hogy teljesen jogszerűtlen, mert lejárt maga a kirakoltatás, illetve a migrantási nem is. És mondod, hogy kicsit a most kicsit. Menj. Ott a végrehajtó, és a tulajdonos az pedig ott a sötét ingbe. Az új tulajdonos. Hát, hogyha átveszi. Ha ad haladékot, akkor ad haladékot, ha nem. Haladékot! Hát gondolom, nyilván... Megkérdezd meg, hogy hajlandó-e adni haladékot. Nekem nem ez a állásom, hogy hogy tudnál számolni lelkismertével az örökké való előtt. Majd úgy, ha megtér és megszolgálja. Mert hát nyilván ugye ez a legkényebb ugye lakáshoz jutni, hogy alul miért árul meg, mert ugye kilakoltatáson váró lakás. Cserélik az árat. A nemzet hősei. Nem tudom, valami hódából csöppent, de fogom sincs. Gondolom gumicukrot szugattak a kis buszba, meg segbe kukit. Aztán most örül magának. Ez a zárt fúró.
Csak attól félek, hogy ez kivagyogál, hogy azt mondta, hogy ki fogja nyitni a gázt. Hogyha a szikrát kap, akkor lehet, hogy nem járnak jól. Nem tudom, hogy gáz. Azt mondta, hogy ki fogja nyitni. Most kiderül, hogy van ebben gáz. A szomszédokat sajnál meg az ingatlant egyébként. A többieket nem. Fúrják az árat. Kijött az ATV. Ez végre sikerült elérni, kijött az ATV. Tegnap pedig a Nemzeti Egy. Minden fúrja az állapot. De büszkén állnak ott. Hogy örülnek, alig várják, hogy a kaparintot. Nem csodálkoznék be, az még azt mondta az Ildikó, ki fogja nyitni a gázt. Nem csodálkoznék, a kaja kinyitotta volna még elmenetbe. Ha szólott a szikrát kap, akkor itt repülni. De hogy őket szafatokba szik föl, az is biztos akkor. Azt kifakad sérül. Nem féltek, hogy tényleg ki van nyitva a gázt? Kérdezel a tanyra, azt mondta, hogy fogja nyitni a gázt. Úgy csinálja a szikrázást. Itt is elmondta. Most lehet, hogy azt hiszitek, hogy viccelünk, de tényleg ezt mondta, és nem tudjuk, hogy nem szíves állapotban a hölgy. Mert teljesen kikészítettétek. Mi bent van? Azt nem. Így van, a lelkükön szárad minden egyes haláleset. Azt mondta, hogy ki fogja nyitni a gázt. Nyugodtan akkor lehet büszkén átvenni a lakást szafatokba. Lehet majd büszkélkedni oda átról. Örülni fog a család, biztos, amikor kapja a halálhírt. Voltak hasonló esetek. Úgy tudom, hogy voltak hasonló esetek, hogy gázrobbanás. Volt. Akkor most nem félnek, bazd meg. Most ezt, mert hogy bátor az ember, ide jön fegyverekkel, éppen emberek ellen, öreg emberek ellen, meg 50 kilós emberek ellen, bazd meg nők ellen. Csoportosan, fegyverekkel. Bátornak lehet bátor, de hogy vakmerő is legyen, az lehet, hogy túlzás. Felhívod az ORF-t? 112-t? Akkor élőbe adom. Kamerázó büdös köcsög, és akkor erre fogja kiverni a faszát. Most nem belerődni az én kopámba. Most bizonyítani kell, elvégeztük a munkát, és akkor oda kell nyomni a kamerát, hogy mekkora az is vagy. Vagy ő már tudta, hogy majd az árfúrót is bíróság elé állítják. Azért gyűjti az információt, ki volt? 112. Vagy 110. Mi a rendőrség? 117. Ugye? Nem tudom, de 112 az egy segélyhívószám. Nem mondja meg itt az úriember. Mi a rendőrség segélyhívószáma? 112, 107. Aha, 107, jó. Nem. Hívd a 112-t, mert az egy ilyen központi. Nyitik. Kiold. Zár kioldás. 112, és akkor ki kéne hangosítani, jó? Imádom, és kérdezem, hogy feltétlenül, hogy majd megtartok,
a jókor, amikor már látom. Hívod? Kihangosítod? Hogy hisz nem mást? Nem tudom, ez egy régi szar. Hisz mást? Nem is tudom, hogy hívjam az ügyvédet. Hát ha azt mondta, hogy az ügyvédet hívd, akkor az ügyvédet hívd. De a Polgár Zolira gondolsz? Igen. Mi, most hol van? Kint van. Hát akkor hívd, hogy jöjjön fel, de hát ha a rendőrséget hívnánk, az se volna egy elveszett dolog. Tehát az bizonyítékként. Nem félzünk, de most már látom az arcon, hogy megvan rémülve. És most hogy fog elszámolni az új tulajdonos, hogyha tényleg felrobbannak a rendőrök, bazd meg. Ezt csak kérdezem, ez egy rizikó, ez most egy rizikó. Azt mondta, ki fogja nyitni a gázt, és kinézem belőle. Hát megéri, bazd meg, biztos kapnak majd özvegyi segélyt otthon, meg ilyen-olyan pótlékokat, kurvára megér. Hangosan mondjad, itt nem halljuk. Nem érdekli, hogy tudják. Ellenekik mondva. Lejárt a végrehajtásra kiírható idő. Lejárt. Fúrja az meg. Hát itt már lehetne érni a gázt amúgy. Nézd, és csavarhúzó valami. Tehát mafiózókat hívnak gyakorlatilag, ezért kilakoltatni a nyomorultokat. Ezen küld meg vele amúgy. Ezért fogja köszönni ezt a világot, ha nem állunk ki a nyomorultakért, ha nem állunk össze. Úgy el fogja söpörni ezt a kurva világot, meglátjátok, bazd meg. Hogy most is hárman tüntetnek ki a Kossuth téren, rohadékén vagy. Miért nem vagytok itt, bazd meg, férgek? Rátok is vár a kilakoltatás. Gondoljátok, hogy elkezdik 100 000 magyarral, elkezdik, folytatják 3 millióval, és majd pont nálatok fognak megállni. 3 millió hitel tartozás miatti végrehajtás lesz folyamatban. Tehát annyi embert érint, 900 000, körülbelül 900 000 van, és körülbelül 3 millió embert érint. Gondoljátok, hogy pont ti fogjátok megúszni? Most sunnyogtok otthon, mert aztán... Sunnyogjatok be, az meg, legyetek beszarja. Értetek is eljönnek ezek a gecik, ha nem állunk össze. Ha meg összeállunk, akkor meg azt csinálunk velük, amit akarunk. Nem kell őket bántani. Különböző módszerek vannak egy ember betörésére, átnevelésére. Ezeket az embereket, vagy embernek látszott démonokat, vagy démonok által megszállott emberek, nem tudom, ezek. Akik itt most bűntegétkeznek és bűncselekményt követnek el. Ezeket át kell nevelni. Át kell nevelni. Meg kell téríteni. A gyermekkorukban nem kaptak nevelést. Gondolom csak az erőszakot, vagy valami olyan pszichés beütést, amitől pszichopatává váltak. Akkor át kell őket nevelni. Akkor jó példát kell nekik mutatni. Mert valószínűleg ezek az emberek nem láttak a családban jó példát. Lehet, hogy itt néhányuknak nem is volt családja, hanem intézet is volt, és ezért lett közveszélyes. Tehát itt súlyos pszichopátia. Ez pszichopátia. Tehát ez ön is közveszélyes cselekedet, mert ha tényleg gázt, akkor meghaltnak, és nem érdekli őket. És a kollégáikat és a munkatársaikat is veszélyeztetik. Plusz az itt lévő tüntetőket. Egyébként meg a hölgynek az egészségét, aki a lakás, meghalhat. Megmondta, hogy meghalhat olyan beteg, hogy belehalhat, hogyha meg nem adja. És itt rosszul lett. Rosszul lett. Alig bírtok hárman a fel. Négyen emeltük föl végül.
Még mindig fúrják. Van olyan biztonsági zár, ami nem adja magát könnyen. Mert hátrébb kéne állni, hogyha tényleg robban bazd meg. Hát robban, akkor megyek velük bazd meg. Felkísérem őket az Isten elé számadásra. Adjad számot az Isten előtt, ki mit cselekedett. Nem féltek, hogy tényleg gázrobbanás lett? Hogy gázrobbanás lesz? Ez volna az első eset? Tudják, hogy itt fog elnapulni? Tudják. A sátán szolgálják, ezt tudják. A magyar állampolgár a 144. paragrafus felé, aki abból a célból, hogy a magyar közösségek szigetelését, a zár el a gázt, mert hidrogént előállítani két kis kanállal is lehet. Ha raksz egy liter vízbe egy kanálnyi, sütőport, és raksz be két kanalat mondjuk, az egyikre pozitív, a másikra negatívat köt, 12 volttól 200 voltig, mindegy, akkor abból egy durranó gáz nevű elegyek keletkezik, HHO, barna gáz. Az a gáz képes egyébként autókat is hajtani, de hatalmas robbanásra képes. Úgyhogy hiába zárnák el a gázt, egy akkumulátorra tudsz olyan robbanógázt fejleszteni, ami szétviszik mindent a picsába. De nem szabad, mert vissza lehet nyerni a lakást, és bárki megsérülhet, vagy bárki meghallhat, tehát nem szabad. Csak mondom, hogy hiába zárnak a gázművek. Ott nézi egy család, aki lakott a test. Fúrják már, vagy 10 perc az állat. Igen. Katonai bíróság előtt kell, hogy feleljenek. Hát, ha miért fog ezt, hogy lennek-e köztük is öngyilkos, aki lakoltatok ott. Nehogy otthon szólaljon meg a lelkiismeretetek valamelyik zegzugba, és fölvágjátok a nyakereteket. Adjon az Isten nektek erőt, ha ráébredtek, hogy mit csináltok, hogy ne legyetek öngyilkosok. Adjon az Isten erőt nektek. Meg azoknak is, akik látnak titeket, ne öljenek meg. Adjon nekik is az Isten lelket. Hogy ne szítsa a gonosz ezt a világhatalmat, ezt a sátáni szart. Nem tudom, volna egy kézigránátom, oda basznám. Az ugye mind oldal a táskámba. Elővesz az emberi kézigránátot, oda bassza, és vége van a cirkusznak. Egy pár órán át, amíg ugye helyszínelnek, megtakarítanak. Lehet, hogy pár napra elhalasszák akkor. De csak úgy eszembe jutott, hogy honnan tudják, hogy nincs valakinél fegyver. Nem tudhatják. De náluk van, persze. Csak az nem védi meg őket, nem fogja megvédeni. Hát és... Csak így eszembe jut, hogy vannak olyan emberek, akik nem csak mondják, hanem csinálják. Ahogy Téglás Pétert Kiskunhalason majdnem agyonlőtték. Gépfegyverrel rontottak rá, és lőttek rá. Nem találták el. Téglás Pétert Kiskunhalason nagyon akarták venni egy gépfegyverrel. Géppisztolya. Kiskunhalas. Lement a hírháttér, lement Molnár Eferfed. Vagy telefonon az a földet. Megírták, hogy kell volna nézni. Téglás Péter Kiskunhalas géppisztolyjal rontottak rá. Ugyanúgy Pintér Sándor mellé is oda gyalogoltak a saját medencéje mellé egy pisztolyjal, és ráfogták. Hogy látod, öcsém, mennyi volna, hogy megöljünk. Ez is megtörtént. Pintér Sándor a pisztolyt fogta a saját medencéjébe úszikálva.
meghallhatott volna. Azt mondta Ildikó, hogy kifizették. Azt mondta, hogy kifizetve. Sőt, azt mondta, hogy túl van fizetve, nem? Mert itt különféle összegek hangzanak el, teljesen mindegy, hogyha csalás az egész. Csalás. Jogos, jogos egyébként az alaptőkét visszakövetelni, teljesen jogos. Mert a pénzt vagy, akkor azt add is meg azt a tartozást. Ha csak nem vagy egy olyan anyagi állapotban lévő szegény ember, nem olyan szegény a családod, hogy szociális segítkéne kapja, szociális támogatást, akkor adjanak egy összegbe akár milliókat, és ne kérjék vissza. Így volna igazságos. Meg ha nem a pénzrendszernek élnénk, hanem egymásnak a szeretetnek élnénk. Nem a pénzt kell imádni, mint ezek. Köszi a jegyzőkönyvet. Tehát? Kérdeztem az illetőt, állítólag engem ismer, és hozzám is ért, aki Hideg Kiráz, állítólag ismer, nem tudom, nekem ez az arcmemóriám, de nyilván lehet, hogy én tévedek, de én bemutatkoztam, Rózsefeld Dániel Imre vagyok, az illető nem akar mutatkozni, gondolom ő is kapott születéskor nevet, valakinek születés még le is vágják, meg nem vágják le, de azért nevet azért mindenképpen adnak neki. Nyilván nem vagyok egy hatóság, de az nem is kérem, jól, hogy igazoltassak. De hát azért csak illendő volna normális emberi körülmények között bemutatkozni. És hát megkérdeztem, hogy most ő a jogos, hát a faszom, hogy jogos, egyáltalán az árverési vevő. És kérdeztem, hogy megint, és hogy hát ugye a kilakoltatás, azt mondja, nem is tudja, miről beszélek. Most akkor megint megkérdezem. Én Rózsefeld Dániel vagyok. Önt hogy hívják? Az a neve, hogy ne kérdezzen. Ez azért, nem tudom. Tehát úgy hívják, hogy ne kérdezze. Enbenős, ne kérdezz. Én még nem basztam. Akkor a szignója az NK. NK. NK, hívjuk úgy, hogy NK. Ne kérdezd. Nem tudom. Szóval döbbenetes. Hát és a hölgyet is kérdeztem, hogy mi járatban erre. Nyilván nincs jobb megkérdezni. De jogom megkérdezni, azt mondja, hogy vele van együtt, vannak gondolom férj és feleség, vagy apuka is lány, vagy apuka is unoka, nem tudom, de nyilván akkor együtt fogják élvezni itt a lakásnak a használatát, és még mit tudom, hogy mit, de hát reméljük... Vagy továbbadják. Vagy reméljük, de ez a legegyszerűbb egyébként kilakoltatás, illetve végrehajtást, menni a lakásokat becsaklizni, mert ugye ezek áron alul vannak, nyilván van egy jó kapcsolati tőke, ami alapján sikerül ezeket megvenni áron alul, és aztán persze, hogyha van az embernek befektetési tőke, vagy tőkéje, mert az ilyen ember tőketlen, akkor természetes, hogy akkor nem fogjuk ez a dolog, vagy pedig nyilván mástól kér pénzt, vagy sajátjának van, mert nyilván lehet, hogy nem ez az első lakás, amit megszereznek így ártatlan emberek útszerettevésével, és akkor nyilván felújítják, eladják, abban. De én kívánom azt, én nagyon ritkán szoktam ezt mondani, de most mondom, és nem szoktam átkozódni, de a zsidó átok érje az összes kibaszott, szájba baszott, telibe baszott, végrehajtót, és mindenkit, aki ezért felelős, és azoknak is legyen átkozódni szájba, akik más ártatlan emberek kapcsán próbálnak nyerészkedni és új lakáshoz jutni. Úgyhogy kívánom, hogy az örökkévaló csapja le mindazokra, akik ártanak az én családomnak, másnak családjához, és akár hatóság személy, akár bármilyen más személy, közleti személyiség, akár ilyen szemembe mosolygó, röhögő kis köcsögök, bárki, nem fogja büntetlenül viselni ennek a jutalmát. Úgyhogy azt mondom, hogy mindenkinek, aki ezeket teszi velünk, álmatlan éjszakát
kormányzója éjszakákon át, és ahogy nemzedékről nemzedékre vannak az átörökítések. Hét nemzedékig. Van egy ilyen zsidó bölcset, hogy nem is bölcselet, mert ugye le van írva a Tórában, hogy ezer iziglen bűnten hét bűnő fiam, nem. Harmad iziglen bűnten védmét fiamon, és ezer iziglen unokán utalma irgalom. Ez mind nagyon szép. De ha valaki másnak rosszat csinál, és nem ez a felebaráti szereted, meg hogy szerest felebarátod, de nem pont fordítva, hogy ha valaki másnak árt, és úgy, hogy másnak a hasznából, másnak a kárából gyújsz hasznot, és az legyen akár zsidó, vagy legyen akár bárki más, az akkor legyen fordítva, hogy harmad íziglen legyen jutalma, és ezer íziglen legyen büntetés. Számára, és az összes többi számára, aki ártott, és aki gyilkosságba kerte a többi hozzánk hasonló bűnösnek, vagy éppen hozzánk sorsát, vagy így belebegte, vagy éppen tűnt merre, és majd a rendőröket megkérem, hogy is ráérnek, és sokan vannak, hogy majd fogják két karon meg, és akkor vigyék orvoshoz, hát a rendőrkezéssel elmegy orvoshoz, de addig továbbra is azt kívánom, hogy mosolj, száradjon rá a fixot szájára mindenkinek, aki további problémákból, meg másikból nyerészkedni. Úgyhogy hát nem mondom meg, vagy nem tudom ki vagy, hogy mi történet, ezzel akkor szünetet kívánom, és majd kimosom a pólómat, mert hozzáért az illető, de akkor térjünk vissza a házhoz, vagy a lakáshoz. Mennek be. Sikerült kinyitni? Öntől... Bocsi, you speak Hungarian? Beszélsz magyarul? Persze, igen. Hogy megkérdeztetem, te normálisan állok hozzá, hogy lehet-e tudni, hogy te milyen minőségű vagy, mert látom, nem ugye rendőri ruha van rajtad, hogy... Igen, végrehajtó helyettes. Tessék? Végrehajtó helyettes. Hogyha esetleg őt megölik, akkor a nyomába lépsz? Tehát végrehajtó helyettesként, vagy miért kell ilyen helyettes is? Nem, én azt szeretném megkérdezni, hogy... Normális kérdés, ezt ilyen sem válaszolok, ilyen... Jó, normális kérdés. Hát ez normális kérdés, megölhetik. Persze. Hát testi épsége forró kockán, azért van 80 rendőrként, nem? Az a kérdésem, hogy a végrehajtó helyettesnek kell önnek eljönnie, és a végrehajtó miért nincs jelen? Miért lenne jelen? Ott van. Jó, miért kell két, tehát miért kell egy végrehajtó helyettes is, hogyha itt van a végrehajtó? Ne kell, hanem lehet. Ja, tehát ilyen katasztrofa turizmus jellegűen, tehát hogy... Mondtam, hogy a normális kérdés, hát ez normális volt. Normális kérdés. Hát, szerintem nem. Jó, én bemutatkozom, Rosenfeld Dániel vagyok ön. Ferenci Kristóf. Értem. Jó, és nem gondolja azt, vagy arra vagy kíváncsi csak, hogy nem vagyok jogász, de hát ennyi idő után itt töltés után már lehetik. Szóljál, hogyha már nyílik az ajtó, jó? A lényeg kérdés az, hogy elvileg is meg a mai határozatban benne van, hogy maga a végrehajtásnak és a kilakoltatásnak is van egy határideje, amely pontosan le van írva, de nekem így nem, de én nem kérdezem, tehát elvileg le van járva a határideje. Elvileg a papíron ott van, hogy le van járva, a 30 napra még elhúznak 15 óra. Benézte az ura, aki önökkel volt. Benézte? Ezt ti nézték benne, mert még lehet sorbálós kivégzős nevetgélős esemény. Nem mindegy, szóval ezt inkább akkor arra tud válaszolni, hogy a mögöttem lévő két illető milyen minőségben van? Én miért válaszolok helyettük? Nem azt mondta, hogy kell, csak kérdeztem. Hány végrehajtást, ebben az évben hány végrehajtást son vett részt? Behatolás van a lakásba. Mert maffia államban élünk, bazd meg azért. Nem válaszol.
világos kék inges illető, ő a végrehajtási, vagy a végrehajtó helyettes. Hát minek kell egy végrehajtó belé végrehajtó helyettes? És megkérdeztem azért talán, hogy legyen egy kis katasztrófa turizmus. Azt mondta, csak normális kérdésekre válaszol. Hát én normális tettem fel a kérdést, de nyilván nem mentem oda, és festettem semmi olyat, amit egyébként normális ember megfelelne. Cserkó úti Tamás, megyes Roland, csak amár elmegyek mellettetek, akkor... Üdös gecik. Bent voltak? Az Eszterékben volt? Eszter, vedd videóra! Remélem videóra veszi. Azt hittem üres a lakás, hogy tényleg azt hittem... Volt benne, hogy kinyitja a gáz. Benne volt. Tehát nem lettek volna bent. Igen, ha nem tudtam, hogy benn van, ha nem lettek volna benn, akkor... Most várj egy kicsit, halljuk, hogy ott mi történik. Nem, azt nem, tedd majd a csöndbe. Ja, Fóris Eszter van benne. Igen. Fóris Eszter. Fóris Eszter? Hát, aki érti a... Ő azt hiszem, hogy jogász. Ne, hát nem jogász, de civil jogvédő, oknyomozó. Ja, értem. Ha. Jó, most van a csöndben, meg azt kell vallani, amit ők mondják. Nem, nem úgy. Nem kell, vagy nem. Bejutottak a lakásba a bűnözők, nem volt kinyitva a gáz, de még fegyver lehet benne. Azt nem tudjuk. De ne legyen. Szóval, hogy a uranyilóan, hogy nem tudjuk, ugye? Nem. Hát sajtől föltenül még akár... Öngyilkossági kísérlet. Le is ugorhat az emeletről. De hát gondolom az árverést... megnyerők ott a sarokban, nem a két rendőre gondolok. Oda zoomolhatsz egyébként szerintem. Nem tudom, hogy ott oldalsó gombokat talán. Igen, valami rendben. Nem. Nem jött ide, mert tudta, hogy... De ezt fölvettük. Ami a telefon, a okostelefon is, mint hogy profin felnyitották az ajtót, jogszerűtlenül. Az okosdátörő. Okosdátörő. Nem félnek, hogy felismerik a felvételeken őket, és megölik a faszba? Berántják őket egy kocsiba? De most akkor például nem félnek? Hát én félnék, baszdmeg. Szerintem ezek mindig fegyverrel járnak. És volna okuk félni. Civilbe is fegyverrel járnak. Teljesen mindegy. Ki milyen szerszámot használ, tudod? Ja, igen. Nézd meg, az a nyavajás miatt szarol nőhöd. Kóris integet. Akkor is lehet valószínűleg a patiki van. Eszter, vegyed. Patiki. Ja, közben kim vannak a hangfalak, és mikor nyomják ki az meg az utcára, hogy mi megy. Igen. Aha. Ez kell mi? Ha igaz. Kim a hangfalakon megy, ami de tehát a mikrofon benn van. Ha igaz. Oda tartják a mikrofont, az azt mondja. Hát az nem jó, a rendőröknek nagyon nem jó az eredet. Sajnos már készülnek arra, hogy előbb. Sajnos. Megfogták. Üdös kecik. Valószínűleg azért csinálják ilyen gyorsan, mert órabérbe dolgoznak a hatóság. Már hadd halljuk, hogy persze. Órabér, hát itt olyan jutalmakat kapnak be az meg. Főleg majd az Istentől jutalmakat kapnak. Az a rádja, aki most részben ezgetem. Olyan segélyt a faszomra, bazd meg, rendesen falhoz szorított a seggébe. Aki a jobb szélén van. Csak mondom, hogy pervers beteg állatok. Biztos, hogy nem kellene okoskodni. Nem kellene okoskodni. Nem tudom, miről beszél. Tapló bandi. Ne vigyorog, mert ráfogyasszuk a vigyort a pofádra. Bocsánat, ő miért mehet oda? Ő mert miért mehet? Ő a vevő. Ő a vevő, de még nem jogszerű, és... Jó. Ne szólják, ott van a... De miért kell neki? Hadd szóljon, bazd meg.
De most miért tartod vissza? Hadd menjen, hadd szóljon, bazd meg. Jogosan szól. De miért pakoltak? Eleve miért vannak ott a rend? Nézd meg. Milyen hülyeség ez? Miért szóval nincs bent személyes sorban? És nem voltak kína hangok? De miért? Benn van a csaj, a mentő fogja elvinni a köz. De miért? Csak így miért nem állt? Hiába, mit csináljon, ah, Istenem, maximum rosszul lesz. Miért kellett benne lenni? Én ezt nem értem. Nézd meg, hogy röhögnek a büdös gecik. Élőben mentem, hogy ilyen jót kacagtál, kisöcsém. Élőben mentem. Hát, én soha nem is belerúgnak, így kurva ragadt. Élőben ment, hogy ilyen jót kacagtál. Nehogy a kés akadjon a torkodon az utcán. Kíséri, mint egy bűnözőt. Kit kíséri, hova? Hát két rendőrt kíséri, a kilakoltatott szerencsétlen, majdnem 80 éves embert, mint egy bűnözőt kíséri. Hol van, hol van? Ott, nézd meg, kíséri. De ő a tegnapi igen. Kilakoltatottunk volt, ha igaz. Nem tudom. Nem, majd... Azt mondom, hogy az madarát. Miért teljesen ember erről a miért ráncigáljátok? Meg szabad kérdezni egy beteg azt, hogy miért kell ráncigálni? Meg akarjátok ölni, rohadékok? Rosszul lesz, elájul. Hova viszitek, bazd meg? Szarháziak. Rossz láda, rossz. Rosszul lehet, bazza meg, hát belehalhat. Biztos, hogy rosszul lesz szegény. Tessék, elájult. Ez Magyarország, ez Orbánia, baszd meg! A félhalottan viszik el az embert! Félhalottan viszik el az asszonyt! Hívjatok mentőt, ti minek jöttetek ki? Elájult. Bravo, be lesztek perelve ezért. Az is lovjon titeket, hogy baja legyen a hölgynek. Ennek szerintem hátrébb, ne akadályozzák. Ti menjetek haza a picsába innen, rohadgyilkosok. Mit feszengszik, mit teszed magadat? Rosszul van. Miattatok van rosszul, nem miattunk, bazd meg. Jól van, asszonyom. Nagyon jól van. Elmennél innen a médiát kép? Elmennél innen előlem? Nagyon sem rábaszol erre. Nem, van engedélyünk. Rendben van, maradjon az, csak legyen jó. Nem menjünk közelebb, csak álljon arrébb, hogy lássuk. Valamint az úr sem szíves. Legyen szíves, lépjen hátra. Menjünk hátra. Menjétek el innen, ahányan vagy. Tudok, meg tudjuk álljon arra, jó? Parancs. Nem mondjuk, álljon arra, azt tudom. Itt maradok, jó? Jó. Az nem biztos, hogy az nagyon nem biztos. Az nagyon nem biztos. Nem biztos, hogy itt maradtok. Az sem biztos, hogy itt maradtok. Kezelhetem veszélyes fenyegetésként? Nem, csak mondtam, hogy tudjátok magatokat mihez tartani. Tudjátok magatokat mihez tartani. Bárki megöllet titeket az